Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6:45, szevasztok, srácok, csajok, jó reggelt mindenkinek! Sziasztok, jó reggelt! Rákóczi Feri és Vadon Jani a fedélzeten, ma Balázs nem lesz, úgyhogy hát sajnáljuk nagyon a dolgot. Én megírtam neki tegnap este, hogy nem az élet kemény, hanem te vagy csicska, de nem válaszol. Ja, hát pihen biztos akkor. Az van, hogy a Balázs ugye egyszerre három műsoron dolgozik, vesz fel, ad le, nyilatkozik, celebrál, mindenféle dolgokat csinál most a televízióban, azért, hogy szeptembertől helyreálljon újra az a hege, amit már megszokhatunk az RTL-nél, hogy csak a jó. És ezért most ő egy picit kivett magának egy nap szabadságot, egy kicsit ki tudja pihenni ezeket a fáradtságokat, meg ugye ezek a járulékos dolgok elmúlnak az ő életéből, mint nem alvás, kialvatlanság, kiesik a szemem, ég a szemem, véresett pislek, hasonló. Ez is volt. Ezt azt mondta, hogy erről lebeszéljek. Igen, jó, de most már mindegy. Egyébként nem pihen, ma sem forgat, megpróbál erre a szombati show műsorra. Tegnap este meg azt hiszem sajtót tájékoztatott klub, hogy milyen csodák várhatóak a szeptemberben, és akkor azt vezette ő, mert hát ki más vezette volna, hanem ha, ő érted. Ki majd a Bence. Hát most hogy? Majd egyszer fogja ő is. Be, ki kell azt érdemelni, nem ja, úgy van. De nem maradtok értékes dolgok nélkül. Én készültem teniszből. Na jó, a Feli, akkor megyek ki, és szerintem magamnak egy zabot. Ja, de tényleg szerinted készültem? Nem, hát bízom benne, hogy csak vicceltél. Egyébként meg én is vicceltem, mert nem megyek és nem csinálok zabot, mert éppen most dobtam ki az előbb azt a kilós csomagot, amit Balázs megbontott kb. 3 héttel ezelőtt, és beköltözött egy vidám moly család. De nem, már szegényeket kilakoltatta, nem lehet ilyen a molyokkal. Nem, csak elköltöztettem őket. Ja, máshova. Így van, egy migrációs vonalra tereltem most annak a családnak az életét. Elfelejtette visszazárni? Hallod, egy picit elfelejtettem. Istenem, én nagyon sok különböző típusú fajtájú és különböző hogy is mondjam, csak különböző formára tartalékolt gumit tartok az asztalomon. De ezt ő nem ezt tudja. Ezt is meg tudjátok. Van rublikás, van vibrás, van, hogy hívják, vaníliás, és vannak befőttes gumik is, és hogyha a befőttes gumikat a Balázs használná, akkor nem történne meg ez a probléma, hogy most így 30-40 ilyen nagyon vidám, tényleg felszabadult, moly szállna itt a keresztül kasul a mi légterünkben, érted? Mindegy, most én azt gondoltam, hogy meg kell tudunk most már szabadulni, köszönjük ezt szépen egymástól, jó volt együtt, szép volt együtt, boldogok voltunk együtt, de érted? Aha. Új utak, új távlatok várnak rá. De tovább ment ez a vonat, az ő vonatuk tovább ment. Szerintem igen. Ki tudja, mi lesz még a vége. Igen. Jó, hát ugye nem lehet ilyen gumiügyben okosnak lenni. Most honnan tudta volna szegény Balázs? Persze, hogy kell azért használni a befőttes gumit. Ne, hát, náluk nem szokás. Náluk, nyilván, meg egyébként kis csomagolású náluk. A kétkezi munka, ez nem az ő. Ja, igen. Na mindegy, úgyhogy most már a jövétől kevesebb lesz a Mó és több lesz a Balázs. Ez egészen biztos a stúdiumban. Figyeljetek, srácok, én most megmondom nektek őszintén, és talán ez a mai műsor érezhető is lesz egy picit, majd igyekszek. Meg tudod csinálni. Sziasztok magad, de király vagy. Én nem tudom igazolni azt egyelőre, hogy valami van a levegőben, ami ilyen összerak, mert hogy nekem... Nem rakott hát, vissza sem. Figyeljetek, én tegnap viszonylag későn feküdtem le, kicsit felborított a napomat egy ágy összerakási projekt, mert egy gyermekem megkapta első saját különbejáratú... Miért eddig veled aludt? Saját ágyát. Nem, eddig egy laticelen aludtam, amit még egy május 1-én loptam el egy sörsáton. És mindig föltekertétek a gyerekkel és együtt. Vettünk neki együtt, mert a gyerek nő. Biológiailag is, meg egyébként is. Tehát, hogy az elsőleges nemi jellegét tekintve is nő, meg amúgy is most már olyan 5 cm magasabb nálam, jó lehet írni 0-76-45-00-00, hogy nálad nem magasabb, nem nehéz magasabbnak lenni, Jani. Figyelj csak, most az egy átlagos küszöb is magasabb. Most az egy is. Mint egy Everest. És 5 év múlva ezért matrac. Figyeljetek. Azért nem vettél mindent, remélem. Hát nem. Tehát csak nem. Ezt is csak azért vettem, mert egyébként az egyik szolgáltató küldött egy olyan levelet, amiben voltak mindenféle ilyen ajándékkuponok év végére, és láttam, hogy van benne egy 15%-os is ebbe a bizonyos bútoráruházba, vagy lakberendezési áruházba, és akkor így elég nagy összeget lettünk faragni belőle. És egyébként tök kedvesek voltak, tök helyesek voltak, tök aranyosak, hogy mi nagyon szeretünk oda járni. Jó kis áruház, meg udvariasak általában, és nálam ez egy fontos szempont. Udvariasak velem szemben, de ahogy az, hogy basszus, tényleg eljutottunk odáig, hogy jóformán
csavar, vagy kárpítószeg, vagy ilyesmi ezekben az ágyakban már nincsen, csak ilyen ipari tűzőgépes megoldások vannak benne, és valamihez hozzányúlsz, valamit megfogsz, amire egyébként fel kellene érni, vagy oda kéne rakni mellé egy nagy vörös felkiáltó jelet, hogy basszus, ne nyújj hozzám, el leszakad, mert ahogy megfogsz valamit, rögtön a kezedben marad, egy, kettő, csípkebokor vesző, három, hogy nem tudnak, hat csavar van benne, de a hat csavarhoz nem tudnak hat nyomorult alátétet is odarakni, hogy ne szakítsa át a papundeklit, amikor meghúzod, lehet, mert egyébként semmi nincsen belőle fából. Mi? Ja, igen. Tehát csak úgy óvatosba kell összerakni. Engem apám nem így tanított. Apám az általában úgy csinált mindent, hogy nem még egy félfordulat, nem még egy picit, akkor leszakadt a feje. Hát, milyen anyagból van ez? Érted? De sikerült összerakni? Sikerült összerakni, nem volt egyszerű, tehát hogy ha azon ráírva, hogy egy emberes, akkor biztos, hogy két ember kell hozzá, a két emberes, akkor három, és csak így tovább. Figyeljetek, nem volt egyszerű tényleg így összelogisztikázni a dolgokat. Boldog a gyerek, ez a kérdés? Nagyon. Hát akkor meg, nagyon. Megért. Hát persze. Figyelj, de miért nem rakta ő össze? Én azt mondtam volna, igen, 13 éves a gyereked, vagy most már lassan 14. Vagy minek az ágynemű tartó része, nem? Miért nem fekszik csak a szivacsra? Azt nem kellett összerakni, sima, már kész volna. Összerakni. Azt mondja, apád megkereste, apád elment, megvette, kicsim, te is tegyél valamit a családi asztalra. De most kivételesen egyiket segített, az egyik oldalról tartotta. Ott be is szakadt a kárpét. Inkább ne segített. De cuki voltam, hogy is marhárőlt neki, tényleg, konkrétan ez az első igazi ágya. Akkor ágyat kellett neki venni, mert mondom, hatalmas a gyerek, hála jó Istennek, őt már nem fogják vegzálni az általános iskolában, meg nem lesz egy életfogytig tartó, hogy hívják olás. Arc. Arcoskodás. Jó piá, hanem más nem tud felmutatni az illető. Úgyhogy tényleg most neki ez egy nagyon nagy élmény, hogy végre egy nagy saját, majdnem francia ágyat. Mekkorát vették, 2 méter hosszú legalább? Uh-huh. Jó, mert ki tudja, hogy hol áll meg a gyerek. Mert hogy veszel egy 1,80-as ágyat, és a gyerek 1,85-re nő. Ilyen 120x2 méteres. Aha, hát akkor az már két személyre van kalibrálva. Hát, hogy vihesse magával, ha már megházasodik. Hát igen. Ne a kereken apáját újat venni. Én úgy terveztem neki, hogy ez egyben a NASA ajándékod is kicsit. Nagyon becsült meg, vigyázz rá, nem firkáljuk össze. Ne, semmi ilyesmi. Nem lesz, de most nem mondom. Szóval ezzel telt, mert mindenki szígya például a svédeket, hogy mennyi ideig tart, még össze barkácsolszottól bármilyen bútort, hát én most visszasírtam a svédeket. Az egyik tegnap este, hát figyelj. Na mindegy, nem is mondok semmit. Lényeg, hogy az ágy megvan. Megvan. Azért volt jó, hogy ezt tegnap tetted össze, mert pont tegnap reggel beszéltünk róla, lehet, hogy adáson kívül mi ketten, hogy milyen jó, hogy megérkezett a hűvös. Sárga. Hogy milyen jó, hogy megérkezett a hűvös. Ja, milyen jó, hogy megérkezett a hűvös. Egyébként ezt a hűvöst, ezt holnapra ígérték, bocsánat, meg ezt az esős időt, meg most be van borulvét körülöttünk a Népligetnél, mondjuk inkább ma legyen, mint holnap, mert holnap még lesznek mindenféle rendezvények, de bocsánat, hogy szabad van. Csak azt beszéltük reggel, hogy milyen jó, hogy hűvös van, és tegnap este 30 fok volt a városban. Bizony. Megdöglöttél a melegtől, aztán azt vártuk, hogy ma megint kibírjuk a dolgot, és majd holnap esik, most ehhez képest esik, és beborult az ég. Kész. Akkor most mi van? Már most valaki mondja meg, hogy mi lesz. Ugye ma egyrészt, tehát egy magyar-román futballmérkőzés, másrészt... Legyen már jó idő. Legyen jó idő, ezekre a fiúk süssen lesz. Teltház lesz. Ja, csak mondom egyébként, hogy lesz egy csomó vendégünk, és többek között Vince Otto, egykori kiváló labdarúgónk is, majd meg fog szólalni a műsorban, és akkor tőle is megkérdezzük, illetve általa is majd megerősítetjük azt az információt, hogy teltház várható. Igen. A magyar-román. Itt leszünk, ugye? Vagy itt lesz a meccs? Aha, igen, nem. Ráadásul, hál' Istennek, mi nem leszünk itt a közelben, mi majd csak látjuk majd hétfőn, hogy néz ki az aluljár. Na, de nem. De erről egy szót se. Nincs ezzel semmi. Figyelj, te csak nem látta valaki, hogy kitették a parkolni, megállni tilos táblát ide a végére, mert én itt parkoltam. De hát most 10-ig csak nem zavarok senkit, nem? Szerintem nem. Na, most este van meccs. Nem. Most 10-ig lehet itt állni. Már nem, de most, hogy így bemondtuk egyébként, szerintem most valaki megébred. Jönnek és elviszik a Verdát, hogy 10-kor csak nézzünk csúnyán. Na, gyorsan megmutatjuk a tegnapi nap néhány legjobb pillanatát, illetve hát egy legjobb pillanata van, mert felkaptátok a fejeteket, és csúnyán nekem estetek, én egész nap nem tudtam földolgozni. Volt a cigi? Még cigiztél ma? Hát még nem szoktam le. De már nem a leszokásnak nem az az egyik módja, hogy akkor elhagyod tegnap, az elsőt. Én tegnap leszoktam. És aztán azt mondtátok, hogy majd ti leszoktattok. Ha engem valaki leszoktat, akkor ja, nekem... a módszereket? Hát akkor nekem nem kell leszoknom.
Akkor lemegyek a TMK-shoz, kérek egy francia kulcsot, és amikor meglátom, hogy a doboz után nyolcszor ráverek az ujjét. Egyébként az hatásos lenne. Na, a lényeg, hogy tegnap egy nagyobb mennyiségű zöldséggel érkeztem be, hogy tegnap új nap kezdődik az életemben, és gyakorlatilag amit kaptam, azt hát így nem teszem zsebre tőletek, de éreztem, hogy velem vagytok, éreztem, hogy tulajdonképpen ti szerettek engem. Számíthatsz rá. És, igen, és támogattok. A zöldség fel egyébként ott van a hűtőben, azt nem szeretik a molyok, úgyhogy megmarad. Nagyon kedves, akkor még erre rámehetek, de a lényeg az, hogy mivel én a leszokást elkezdtem, de ti azt mondtátok, hogy ebben jobbak vagytok, ezért most dohányzom és várom a módszereket. Jó, de megnézzük, hogy a történet maga hogyan zajlott. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Köszönöm szépen azokat a biztató SMS-eket, amelyek érkeztek a leszokással így kapcsolatban. Úgy se tudod megcsinálni, köcsög, Feri, az almáról le lehet szokni a Pirner almával, inkább kös pulóvert, az még hasznos is. Így állunk, ezt szeretem bennetek, hogy mellettem így vagytok. Így van, így van, így van. Feri, tőlünk is kap egyébként rengeteg támogatást, rengeteg bizalmat, és egyébként ezeket nem. Hát ebben a sorrendben. M3 Nyíregyházától Budapestig minden parkolóban a rendéberőrei, biztosan a román-magyar találkozó miatt, bandita. Uh-huh. M7 kivezetőn érni emelkedő előtt egy sávos útszűkítés van, 60-as korlátozással. M7-es Budapest irányában a Pákozdi pihenőnél mérnek, és láttam még egy balesetet. Az M5-ösön a 27-es kilométerkőnél az erdőbe ment be egy kamion, csak a pótkocsi hátulja látszik. Oh. Mentésnél lesz majd torlódás. Nem majd a művésznő elmondja, mert az van a élet. De jó, na, minőségi csere. Hello, drága. Na, hát egy kukival kevesebb, egy nem esetes részsel több, hála jó istenek. Ákost is nagyon szeretjük egyébként, de hát tudjuk ugye, hogy Ákosnak a mosoly legfeljebb arra csábítja az ember, hogy megkínálja egy kort sörrel, vagy a vagdaltutos húsos szendvicsével, ellenben Alexandrával. Minek köszönhetjük, hogy jöttél? Ugye, hogy nem jött a Balázs, azért vagy. Igen, 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 hallottam, hogy nem jön, úgyhogy feltétlenül én jöttem. Nem, úgy néz ki, hogy szeptembertől, illetve hát októbertől már, péntekenként. Uh-huh. Eredetileg szeptembertől, de aztán most csak életem beosztva ebben a hónapban reggel, úgyhogy következő hónaptól valószínűleg már minden pénteken valamelyik lány jön hozzátok, képzeljétek. Wow, mi van az Ákossal? Én mondtam, hogy ez valamelyik lány legyen mindig ő. Igen, szerintem is. Már csak négy napot dolgozik a főnök? Nem, Ákos is jön ma, csak ő majd este lesz. És akkor majd most, ő kapja meg a meccset. Most igen. Október mióta vagy nálunk a rádiónál? Április 27-e óta. Négy hónap. Igen. Az azt jelenti, hogy négy hónaponként egy napot többet tudsz jönni reggel. Most akkor októbertől jössz minden pénteken. Október, november, december. Januártól már tudsz jönni csütörtök pénteken. Csak számolom, hogy mikor szabadulunk meg az Ákostól. Ne, imádjuk egyébként semmi az baj, nincs vele. Semmi baj, nincs vele. Beadta már az ügyvéded a papírokat? Valamit be kellett már perelni az aklatásért? Nem kellett. Jól meg vagyok én a garázsban. Tényleg? Rendes igen. Fiú? Igen, rendes egész fiú. Mást hallottunk róla. Egész más. Hát szokott udvarolni, de mindenki szokott. Nem, mert most még kezelésekre udvarolni, a garami udvarolni. Aha. Nem, ezt tudom. Istenem, ahogy ő udvarol. Viszont képzeljétek el, mi történt velem. Vezettem, ma én vezettem be. Ne, van már 3 éve jogsim, de nem vezetek egyáltalán. Aha. Én Dunaharasztiból járok, és most én vezettem, képzeljétek. És hajnali kettő, mikor indult el, hogy 5 ne, hát igen, Zsül kérdezte, hogy mikor értem be, mert hogy, na mindegy, szóval igen. És a harasztékszer ismerték a rendszámot, és lehúzódtam. Hál' Istennek, mi nem sokan voltak. Kértél kíséretet? Lámpás villogósat? Ne, apukám jött velem. De jó fej. Igen, ő jött velem. Kint vár a kocsiban? Igen, reggel 10-ig ott fog. Ne! Jöjjön már, de papa! Biztos haja. Mi a keresztneve? István. István! István bátyám! Jöjjön már be, de hát most tényleg kiültetted a kocsiban. Dehogy nem, kint, mert hazament. Aha, és érted jön 10-re? Nem jön, értem. Programon de hazavitte az autót? Hazavitte az autót. Mivel mész haza? Busszal. Ja, vagy jön érted a garami. Ja, vagy hazaviszed te, Feri? Nagyon például. Jó. Dunaharaszti? Igen. Nem arra megyek. Ja. Nem arra Feri, megyek. Tudnám ellenőrizni, hogy dohányzol-e. Én igen, hát mondtam, hogy tegnap még leszoktam, igen. De vissza kellett szoknom, hogy leszoktassanak a srácok. Én magam már nem csinálnám ezt az egészet, már gyűlölöm, érted, de miattatok vállalom ezeket a kihívásokat. Jó? Úgyhogy nem kell ellenőrizned, elárulom, hogy igen. Mert tegnap már volt olyan hallgató, hogy rágyújt, ezt láttam! Délután találkoztam a városban. Hát mondom, nem is szoktam még le, csak tervezzük. Hát bizonyám. Úgyhogy még ezért ne üljetek meg. Na, lehet jelentkezni a fekete-fehér igen nem játékra, bár a hét a miénk, mert 4-0-ra vezetünk, de valaki egy dicsőség pontot. Lehet próbálkozni. Szeretne behúzni. Így van, nem, nem olyanak vagyunk, mint a kis tigris piac, mert mi nem vagyunk otthon a comagot. Morning Show, a legklasszabb dolog.
reggelben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en. 7 perc múlva lesz 7 óra, jó reggelt, sziasztok, ismételten itt vagyunk, és nem tudunk ellenállni annak a dömpingnek, amely Alexandráról kér. Így képet. Van, fotókat követelnek róla. Fia, olyan SMS-ek jöttek a nőre, a csajra, hogy a kedves hangja alapján Alexandra egy vizuális orgazmus. Tervezünk lehet. Egyébként az év végére most már egy naptárt is, egy fali naptárt is, azért 12 hónapban különböző pozíciókban, különböző ruhadarabokban lesz majd látható Alexandra ilyen mikrofonnal, olyan mikrofonnal, ilyen szivacs, olyan szivacs. Keverőpulton fekszik, a mellett az alatt. Óriási igény van rá, egyébként már egy képet feldobtunk, de lesz majd rajta, lesz majd egyébként frissebb kép is. Már mondtam neki, hogy vegyen fel egy tiszta műszempillát, aztán újra lefotóz. A Facebookunkon már megnézhetitek a hölgyet, úgyhogy egészen nyugodtan lehet oda most fölmenni, és néhány perc múlva pedig ismét visszatér az ő hangjával. Azért mondom, nem akarom megbántani, de tényleg fényévekkel gusztusosabb, mint az Ákos. Ez hagyj már szegény Ákos. Bocs Ákos, tényleg szeretünk, de vizuálisan jobb a nő, ennyi. Tehát Alexandra jobb nő, mint Ákos férfi. De szakmailag? Hát az még... Is. A tízes út rosszabb, mint az elmúlt 10 évben, állunk nem tudni miért, 5 percenként 5 méter, szeptember 1 óta így meg Krista. M7-es Pest felé Tárnoki pihenőben trafi, Gergő, M3-as 114-es kilométertől Pest irányába a parkolókban, pihenőkben, tele rendőrökkel, elfogó rendőrautó 70-es kilométernél a figyelőben, ezt 24 órás futár Pisti írta nekünk. Valószínűleg a ma esti mérkőzés miatt van, ugye a magyar-román miatt, hogyha érkeznek a vendégszurkolók, akkor őket tudják már követni egészen végig az autópályán. Tehát nem csak itt a stadionban lesz rajta a rendőrség szeme a román szurkolón, hanem az úton is. És ahogy mondtuk egyébként már a műsor elején, a beköszintbe, beszélgetni fogunk Vince Otto egykori kiváló válogatott labdarúgónkkal, szakértőnkkel, lehet ezt így mondani. Erről a bizonyos meccsről. Mi nem nagyon értünk hozzá, ezt már számtalanszor bebizonyítottuk a múltban, a jelenben is befogjuk, és a jövőben is ezt megígérhetem. Tehát annyi mindent csináltunk, hogy nem ami azt mondjuk, hát persze, érted, nem érthetünk mindenféle sportokhoz. Értünk a teniszhez, illetve mi ketten nem, de Balázs egy picit igen, illetve mi ezért értünk máshoz. Nem annyira. Amiben jók vagyunk, mondom neked, az a fekete-fehér igen. Na, mert 4-0 ezen a héten az állás. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Attila! Itt vagyok, sziasztok! Jó reggelt, szevasz! Igen, ezzel sose tudunk mit kezdeni, amikor egyikünk nincs, akkor ugye mi ketten szoktunk általában ezt az ördögi kacajt hozni, és Balázs szólítja meg a játékos, de ha ő nincs, akkor nekünk úgy kell kijönni belőle. Így az ördögiből. És akkor itt a felén mindig egy picit így elfogyasztunk belőle. Hogy még nyomjam el, inkább még röhögjünk, vagy pedig már szólítsuk a játékos, tehát ez lett. Honnan hívtál bennünket? Debrecen! De szép hely az. Mindennél felhördülünk, bármilyen magyar település van, hogy mindegyik. Karancslapú! Ott mezővásárhely! Békés Csaba! Mit csinálsz, Attila? Mi a munkád? Hát mikor mi? Hogy ez ilyen szabadúszó vagy? Szabadúszó vagyok. Életművész. Mikor mit csinálok? Uh-huh. És ez jó fizet? Hát mikor, hogy? De meg tudsz belőle élni? Meg. Nem panaszkodok. De és azért a munkanélkülit azt fölveszed, nem? Persze, egyetem. Világos. És hát nem azért fizetett éveken keresztül TB-t, hogy most ne vegye fel. Az jár neki. Na, én nem érzem, hogy Attila valaha is fizetett volna bármit is. Ugye? De utána fizette. Na, most mit csinálsz? Most kérlek szépen ülök az autóba, nézek ki a fejemből, várom sose a válaszokat, kérdéseket. Jó, sose fogjuk megtudni azt, hogy mi a foglalkozásod. Attila, nem is húzzuk az időt, akkor kivel szeretnél játszani? Vadon Janival. Jaj, de rendes vagy. Köszönöm szépen. Játszottál a héten? Igen, de. Nem, nem, de én igen. Igen, azért, na. Köszi! De jó vagy. A akkor... hét elején, és ezt be is húztam. Na, akkor meg is, igen, mindenki behúzta a hétemben. 4-0, Attila, hát ha te hozol egy becsület pontot, akkor 3-2, tessék! Attila, miért olyan titkos az, hogy most mivel foglalkozol? Illegális tevékenység? Az is. Na, ez kezd izgalmassá válni. Szeretnék én is kérdezni. Ja, parancsolj! Édesanyám nagy kedvence vagy, hogy mióta foglalkozol ilyen? Te viszont utálsz. Parancsolsz? Édesanyád ott ül most melletted?
Hát nem, lélekben van itt csak. Akkor meg is vagyunk, Attila, köszönjük szépen. Mert azt mondom, hogy hát nem. De és legalább őszinte. És hogy kicsúszott egy csodába. Igen. Hát hogy is mondjam, amikor a Jani rákérdezett, hogy te viszont... De tovább írtam én 4 másodperc. Ez aha. Igaz, te viszont utászott, éreztem az igent, aha, hogy ilyen. A benne lenne. Egy van, én viszont. Ja, anyám szeret, de én gyűlöllek. Szeretem téged, nem, mindegy. Attila, ez nem sikerült most. Valóban nem 4 másodperc volt, 14, az se olyan rossz. Nem rossz az, nem rossz. Meddig bírtam 14 másodperc? Körülbelül. Nem olyan gyenge. De. Abban sem voltál túl aktív. És de mit akartál kérdezni egyébként? Tényleg, nyugodtan tedd fel a kérdést, igyekszem válaszolni rá. Hát mi volt a kulát az egy rádiós műsorra? Még egyszer, hogy? A rádiós műsorra mióta foglalkozom, mondom, hogy ez hát beállt volna mondani. És mikor fog menni? Elővésem sincsen. Aztán 2004 óta talán, akkor kezdtünk el Balázsal a Rádió DJ-ben, a Szép Emlékű Rádió DJ-ben műsort készíteni együtt. Amikor 11 év, és már hol tart ez a fiú? 11 év. Megunta az akkori kolléganőjével az egymás mellett elbeszélés. Volt belőle? Hú, szegények. Attila, köszönjük szépen, jó munkát neked. Jó, bármi is legyen az. Cső, hello. És puszilom az édesanyádon. Köszönöm. 5-0 lett ez a hét, úgyhogy egészen jók vagyunk, srácok. Egészen jó. Ha akarjátok, akkor mondom, 26 nyert hetünk van, 1 hét döntetlen és 4 bukott. Tehát visszahozhatatlan ez az év, ha csak a mester évvégén bennem dobja, hogy ki lesz az univerzum királya. Most 1 perc múlva 7 óra, a gyönyörű hangú, bűbájosan szép Alexandra jön a hírekkel, aztán jövünk vissza. Aki sokkal jobban áll a haspóla, mint az Ákoson. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM. Hello, bello, szevasztok ezen a szuper pénteken! Jaj, de jó, ugye? Szakad az eső Veszprémben, szakad az eső Fonyódnál. Nem áll. Ami azért jó, mondom nektek, mert holnapra ígérték, ami szombat. Szombaton ja. Az ember kirándul, a családjával van templomba, ugye vasárnap megy, esetleg szombaton még bevásárol, de mondjuk a megrakott bevásárlókocsit a parkolóig kitolni az esőben, hát az nem jó. Ezért jött az eső, és azt mondta, hogy most eláztatom az országot, meglocsolok minden virágot, minden fát és minden füvet, és holnap a zöldelő, gyönyörű természetbe ki tudtok menni. Lehet bringázni, lehet futkorászni. Mennyi futóverseny lesz a hétvégén? A hétvégén rengeteg na, lesz. Tessék. A szombaton például lesz 2, én az egyikre el is fogok menni. Az szerintem az a Runway Run lesz, amit a Ferihegyi repülőtér betonján rendeznek. Egy másikra is nagyon szívesen mentem volna, mert nagyon kedves meghívást kaptam az Ócsaiaktól. Ott lesz egy rendezvény, illetve rendezvény sorozat, egésznapos rendezvényről van szó mindenféle programokkal. Hát, és menj csak a buliba. Ott is lesz egy 10 kilométeres futóverseny. Én Ócsát nagyon szeretem, mert van egy gyönyörű, szép románkori templomuk, mellette pedig egy legalább annyira szép, csak éppen más jellegű skanzen, úgyhogy hogy nagyon-nagyon szép, tök érdekes amúgy, hogy nagyon sokan nem is tudják, hogy a fővároshoz közel egy ilyen fantasztikus templom található. Ha mindenki azt gondolja, hogy kirándulni akarsz, akkor el kell menni nagyon messzire. Figyelj, nem. Én tegnap voltam fönt a várban egy rendezvényen, és már nagyon régen voltam így este fönt, mert így föl szoktunk menni a srácokkal is, de az nyilván napközben. És este 9 után kijöttem a Magyar Nemzeti Galériából, és tudod, hogy ott kiérsz a főbejáraton, akkor egyből arra kis térre jutsz ki, ahonnan az egész város a lábaid előtt hever. Sírtam olyan szép. Na, tehát, gyönyörű szépek. Gyönyörű szépen. Minden. És a vár is, aztán lesétáltam végig, annyira jó volt, hogy van egy csomó olyan hely egyébként, ami a fővárosból nem túl bonyolultan egyáltalán nem. Ha valakit konkrétan érdekel mondjuk a románkori építészet, meg az Árpád-kori templomok, én mindig egyébként Ócsát szoktam mondani elsőként, aztán természetesen ott van egy picit triviális, de egyébként gyönyörű szép. Jáki templom, ott van a Zsámbéki templomrom, ott van Bélapát falva, ott van Lébény, egyszerűen hihetetlen. Hát az Ócsa Lébény Ják tengelyt tudjuk javasolni. Várjál most, hogy igen. Kicsit össze-vissza mentem, de ne akadj fel ilyen apróságon. A tengely 2 szára picit nagyobb, mint... Igen, a Lébény és Ják az nem annyira nagy lépték, de mondjuk a Ják Ócsa az már az erősebb. Na, a lényeg az, egy Bélapát falván. A lényeg az, hogy lesz sportprogram a hétvégén, lesz. Az időjárás megkönnyörült rajtunk, Velencén például kerékpáros verseny lesz majd, úgyhogy arra is, hogy hát egy ilyen túra inkább fogalmazunk. Meg most már nem kell kerülgetni majd a strandon,
ahol átmegy a kerékpáros úton a matracokat. Igen, meg a lángosra várókat. Akik belógnak egészen a bicikli útra, szóval lesz egy csomó jó lehetőség a hétvégén. Ma lemegy ez az esős vacak, és holnap csodálatos időben 25 fokban lehet sportolni. Látod, milyen okos az legyen időjárás. Így. Legyen így, Ferenc. Van még néhány info, nem időjárásos, de közlekedéses. Nem működnek a lámpák az Árpád hídnál a felüljáró alatt. Rendőr sehol, de még nincs torlódás. Dragi írta nekünk, ömlik az eső az M7-esen. Fonyódnál ezt ugye mondtam. M3, 214 és a 204-es kilométernél is trafiznak Budapest irányába. Ezt egyébként mondta a rendőrség, hogy most már ilyen cumis lesz, hogy azt hiszed, hogy egyen túl vagy, azt vagy megúsztad, vagy belefutottál, és utána menni fogsz, mert hát akkor már túl vagyok a dolgon, és itt az történik, ugye, hogy 214-nél lekaptak Pest felé, eljössz a 204-esig, és megint ott van a trafipax. Óriási. Tegnap az egész főváros tele volt trafival. Reméljük, hogy megúsztam. 10-es útra szab, mint az elmúlt 10 évben állunk, nem tudni miért, 5 percenként 5 méter, ezt ugye szeptember 1-e óta minden reggel megkapjuk, hogy elég komoly a 10-es úti behaladás. Hm. Jani, mi az a románkori? Hogy milyen korcsolyával? Nagyon jogos a kérdés. Jogos a kérdés, és szeretem az ilyen kérdéseket, ez be is jelölöm. Be is jelölöm magának, szeretem. Ilyeneket. Igen, nagyon sok hallgatónk írja, hogy annyit hype-oltuk ma már a Szandit, hogy követeljük, hogy a viszonyítási alap kedvéért legyen fent az Ákosról és egy monokinis kép. Megcsináljuk hétfőn, szerintem van szívesebben. Tudjátok, hogy az Ákos, bár ugye a hírek szerelmes és egy komoly férfi, családapa most már, az összefüggéseket látja a politikában, olyan hírforrásai vannak, ami szinte elképzelhetetlen, de ugyanakkor benne van ez a kis monokinis kép. Az simán benne van. És nem tudom, hogy te észrevetted, ez a professzor effektus, tudod? Amikor van egy bizonyos szintű tudás, ahonnan kezdve már az illető, aki ezzel a tudással rendelkezik, szexivé válik. Na, és ő az nem Ákos, az Ákos. Ilyen. Na, én például ezért nem voltam soha szex. De nem, Ákos, na ez a kategória. Tehát ő már nagyon tud. Azt mondom, hogy ha ez a monokinis dolog, ez az Ákos versus Szandi, vagy Szandi versus Ákos monokinis fotó összeállítás, ez bejön, akkor a jövő héten csinálok neki egy tverkelős videóváltozatot is. Jó, hogy valaki esetleg melyik... nem tudja, hogy mi az a tverkelés, ez az úgynevezett shag dance. Így van, tehát, hogy melyik őjük a jobb. Mondjuk én a Szandit erősebbnek érzem ott is egy picit, ebben a részében szerintem ő ezt jobban csinálja. Én inkább, én meg úgy fogalmaznék, hogy az Ákost ebben a dologban inkább csak ürügynek érzem ahhoz, hogy lássuk a Szandit verkel. Így van, de egyébként meg döntsön a kép, ugye? Így van. Csináljuk és a videó. Meg mindkettőjükről, meg HD-ben. A videót, a tverkelést, és akkor a hallgatók majd eldöntik, hogy kit akarnak inkább szuper közelében. Na, ha már ennyit sportoztunk, akkor vendégünk volt már egyszer a stúdióban néhány évvel ezelőtt. Egy UFO. Egy valóban UFO, mert Jani van most már körülbelül fél órája így a zene meg a hírek alatt arról beszélgetünk, hogy hogy lehet. De hogy, de normális, de mi, de ki, mi, honnan jött? Néhány adat erről a fiatalemberről, ezt mondhatjuk az ő esetében, bár ugye most már 51 éves, erről a fiatalemberről, akit Szűnyi Ferencnek hívnak. Ő, ha valaki nem hallotta volna még az ő nevét, vagy nem emlékszik rá, amikor mi itt beszélgettünk vele, ő 40-valahány évesen érezte az úgy, csak azért van, mert nem focista. Mert nem focista, 40-valahány évesen úgy érezte, hogy felszólalt egy kis pocak, és azt le kéne dolgozni, lement a garázsba, ahol állt egy 18 éves régi, azt hiszem még talán nem is váltós Csepel kerékpár, és úgy érezte, hogy a kerékpározás lesz az a sport, ami őt meg tudja fogni. Akkor egy picit kerékpározott, amíg volt a gumia felnin, meg és aztán pedig átnyergelt a futásra. Csinálja a kerékpározást is, sőt, ugye elkezdett úszni is, és elkezdett triatlont csinálni. Ha valaki ugye nem tudná, ez 3,8 km úszás, akkor van egy 42 km-es, tehát egy maratoni futás, meg egy 180 km-es bringa, ugye, ugyanúgy úszás, bringázás. Igen, ez a hosszú távú. Ez a hosszú távú. Hát ebből egyet is megcsinálni, erősen elgondolkodnék. Igen, hogy van-e folytatás, meg hova tovább, meg egyáltalán minek. Ha én valaha mondjuk, de hagyjuk is ezt, hogy én, szerintem bárki, ha ezt így megcsinálja, akkor ő azt mondja, hogy én megvagyok. Gyerekek, azért ezt megcsináltam, ez nem olyan emberek, rossz. Vasember lettem. Ferencünk a következőt gondolta, hogy ő ezt megcsinálta és megvan, de hogy mi lenne akkor, hogyha egymás után 30 napon keresztül... Ha repetázna? Igen.
minden nap megcsinálna egy ilyet, tehát úszik, kerékpározik, fut egy picit, majd másnap reggel újra kezdi. Augusztusát. Megcsinálta ezt. Nem is. Volt jó semmi a tévében, vagy? Szerintem ő nem egy tévénézős, nem egy tévénézős típus. Ez még szeptember előtt volt, mert onnantól kezdve ugye mindenki kötelező, hogy legyőjön a tévére, hiszen Barázs 3 műsorra tér vissza. De szépen promotáltad, úgyhogy ő csinált egy ilyet, és meg még egy csomó mindent, nagyon sokat beszélgettünk vele, és most meghívást kapott augusztusban egy olyan világversenyre, amit gyakorlatilag a legkeményebb futóversenynek mondanak. 5700 méteres a szintkülönbség. Említeném még egyszer, tehát, hogyha valaki így fölmegy nálunk a legmagasabb csúcsra, ugye... Akkor úgy ezt még így képzelje el, még rá négyszer. Még egy, tedd rá négyszer, és ha mondjuk mi fölmegyünk oda kirándulni, akkor erősen lihegsz a végén, gyalogosan. Az 5700 métert ők futva teszik meg, mert hogy mit vacakoljál. Mondom a végtávot is, ez ugye 333 kilométer. Igen, hogyha jól tudom, akkor három különböző táv volt, 111, 222 és 333. De hát Ferencünk úgy döntött, hogy már nem, te bocsáss meg, csak én nehogy esetleg valaki most kapcsolódik be. Igen, te is úgy döntenél, hát persze. Érted, ne az apróval foglalkozom. 333 kilométer. Hihetetlen, embertelen teljesítmény, 3 nap alatt kell ezt lenyomni. Csak mondom, hogy azt hiszem 6 ember indult ezen a távon az egész világról, ez meghívásos volt ez a rész, a mi Ferencünk kapott egy meghívást, és hát úgy érezte, hogy ennek eleget kell tenni. Már visszatért Magyarországra, és itt van velünk Szőnyi Ferenc, jó reggel! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jaj, mi a futni volt, hogy nem kaptál levegőt hirtelen? Sokat vártunk rád, jól van. Csak van még egy adat, amit elfelejtetetek mondani, hogy 3300 méter volt a versenynek a legalacsonyabb pontja. Hát tudod. Tehát, figyelj, 3300-on egy átlag ember, ha oda fölmegy, akkor ugye mindig azt szoktuk hallani, amikor mennek ezek a mi egymászóink, hogy ott alaptábor van, már egy kicsit aklimatizáció, így egy hónapot ott töltsünk el, és utána, levegő. Utána lehet menni. Ti 3300-ról indultatok a futásra? Igen, igen, ez volt az alaptábor, és hát mi is hasonló instrukciókkal lettünk ellátva, hogy azért ezt a 10-12 napot töltsük el ott tisztességbe, becsülettel, lépcsőzzünk a szintekkel, menjünk, mászuk a magunk hegyeit, és... Hát de nem kaptál annyi fizetés nélkül szabadságot? Vagy mi? Sietni kellett haza? Vagy? Te mennyit voltál kint előtte? Tehát a verseny rajtja előtt hány napot sikerült eltölteni? 10 nap volt. Ja, akkor az a 10 nap megvan. Belefért, többen nem jutotta. De talán nem is szükséges, ki tudja, nem tudom, hogy mennyi lett volna az optimális. Végül is a vállalkozás sikerült, egy nagyon nagy sikerű versenyen vagyunk túl, az első magyar Himalája futóexpedíció sikeresen teljesítette a küldetését. Szerintem nem fontos ez az adat, de azért mondd el, hogy hanyadik helyen értél célba. Ugye ezen a távon 6 induló volt. Hát ez nagyon érdekes, ugyanis több alkalommal volt már ez a verseny, és eddig egyetlen egy célba érkező volt, az idei évben pedig 4. Ez egy nagyon érdekes különítmény volt, valószínűleg sokkal felkészültebbek voltak az idei évi versenyzők, úgyhogy hát én harmadikként szakítottam át a célszalagot, és hát 5 ember teljesítette ezt a irtózatos távot eddig a világban, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre a középső harmadik helyre. Hát információink szerint így egy röpke 66 óra 21 perc 10 másodperc alatt, itt a 10 másodpercet hangsúlyoznám. Az nekem egy kicsit rosszul esett, igen, tehát azt ledolgozhattak volna. Jobban örültünk volna, de így ez. Igen, ez szerintem egy kicsit szégyellnivaló az a 10 másodperc ekkora távon. Figyelj, ez tényleg őrült teljesítmény. Mi volt a legnagyobb kihívás, vagy mi ilyenkor a legnagyobb kihívás, hogy nem tudsz pihenni, nem tudsz regenerálódni, leküzdeni a magasságokat, visszavinni azt a tápanyagot a szervezetbe, ami működteti a tested és elveszítetted. Melyik a legmacerásabb? Hát itt többféle olvasat van ennek a dolognak. Az első, és mindjárt eloszlatok egy sok-sok kérdést és ködöt avval, hogy ez a verseny ez csak 66 óráig tartott. Ez a verseny ez mindössze 333 kilométer volt, de ennek a versenynek volt azért egy 8 éves előzménye, ahol én versenyek százait teljesítettem, és kilométerek ezreit, százezreit kerékpároztam, futottam. Szóval itt azért voltak persze nehéz órák, de összességében én nagyon felkészülten, nagyon összeszedetten egy kis komáromi csapattal érkeztünk, és tulajdonképpen teljességgel egy zsinór mentén hajtottam végre a feladatot. Tehát persze volt nehéz, amikor éjjel, sötétben egyedül az ember
kihúny a lámpa fénye, akkor egy kicsit megborzong az ember, hogy hol is van, és mit is csinál, és ezt most miért kell pont itt, és ezen a módon elkövetni. Hát ez a mit, mit keresek én itt érzés? Aha. Tehát, hogy úristen, egyedül vagyok. Tényleg volt én, hogy futsz mondjuk 5000 méteren a Himaláján, és elalszik a lámpád? Hát igen, miért is ne lenne? Hát természetes, hogy valami előfordul, valami extrém dolog, mert na persze az ember késő, tehát van megoldás, mindenre van alternatíva, de bizony volt ilyen, és hogy akkor úgy átvillan az embere, mint egy kés döfnének át, hogy hú, de a futó készül, a versenyző ott van, toppon, és minden eshetőségre készen áll. Hát nehéz, a levegő az, hogy lent a völgyekben 30-35 fok száraz, meleg, nem izzad meg az ember, mert a száraz levegő azonnal elviszi ezt a csőpnyi párát. Aztán fönt a hegyen, amire számíthattunk, ezek a hófúvás, a mínusz 10 fok, ez valami extrém, és önmagában ezek mindegyik alatt eléggé extrém, de hogy ezek között csak néhány óra telik el, hogy lentről a völgyből, mire felfutunk, felkínozzuk magunkat a hegygerincre, 8-10 órás differenciával 40 fokos különbséget kell elviselni az embernek. Ezek amik igazából... És ilyen direktebb veszélyek, mit tudom én, a vérjakok támadása, vagy részeglejmoló serpák? Álljon már meg! Valahogy hát közismert a legnagyobb ragadozó a Himalájában, a Yeti. Tehát voltak ilyen szőrös félelmeim, aztán ezek köddé váltak. Tehát igazából nem nagyon, mi csúcsragadozó vagyunk ebben a Himalájában. Persze volt jak, meg voltak hegyi kecskék, meg szelidebb tehenek egy-egy településen, amik útját állták az embernek, de igazából szerintem nekünk embereknek maximum emberektől kell félni a Himalájában. De ott nem az az embercsoport él, akitől bármiféle a félelmünk is kellene, hogy szokták mondani, hogy az ultrafutók azok általában az idősebb vagy a középkorak közül kerülnek ki, mert valahogy ők fizikailag, meg mentálisabban is jobban fel vannak készülve ezeknek a nagyobb távoknak a teljesítésére, de te mennyire szoktál így nagy csodálkozást kelteni még a koroddal, mert nyilván nagyon sok helyen ismernek már, de ettől függetlenül, amikor megtudják, hogy 50 éves vagy hogy most már ugye idén be fogod tölteni az 51-et is, akkor nem szoktak rá csodálkozni, hogy úristen? De ennek két olvasata van. Az egyik olvasata az, hogy én rendhagyó módon 43 évesen kezdtem el sportolni. Hát nyilván, hogy ez nem egy hétköznapi történet. Ebből kifolyólag én még mindig csak 9 éves sportolok. Igen, fiatal tehát vagy. Én nagyon fiatal vagyok. Most én azt mondják, az ember annyi idős, amennyinek érzi magát, de én köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, és nagyon büszke vagyok arra, hogy akár még egy nagyon országos bajnokságon is egy 6-12 vagy 24 órában a gyermekeim korosztályával tudok fiaskodni, és érdemben, tehát ma is, ez ide érde is lettem egy 6 órás magyar bajnok, amit köszönöm szépen, én jól vagyok. Tehát igazából annyi idős az ember, amennyinek érzi magát, és én nagyon fiatal. Volt már olyan verseny, ahol nem ismertek, külföldön megjelentél, és akkor láttad így a pillanatásokat, hogy hagyjad már a papát, de tényleg mit keresít, és amikor így az egész mezőnyt ott hagytad a francba, akkor jöttek az elismerő pillanatások, hogy valamit csak tud. Hát ez úgy van ám, hogy az embert azért hát általában. Tehát van egy ilyen kis piszkos szokásom is, hogy valami versenyen megjelenek, és akkor általában rendezők megfogják a kezemet, és kérik, hogy ha lehet, akkor most nem foglalkozzak, bíbelődjek itt a nevezéssel, hanem húzzam már fel ezt a meszt, és adnak egy rajtszámot, és csak legyek szíves, már induljak el. Egyébként meg van egy másik rossz szokásuk ennek a korombéli idősödő és sok mindent megélt versenyzőknek, hogy általában felvesznek egy csini pólót, amit valami nagyon borzasztó helyen sikerült nekik szerezni. Tehát most nekem van egy ilyen sárga, fekete betétes kis pólóm, ami rá van írva az, hogy én hol jártam, mikor és mit tettem meg. Tehát ilyenkor általában csendesen kinyílik a sor előttem, és ott az ember kirakod megjelenik. Kirakod az irányjelző. Elolvasgatják, ez is, akkor menjen. Az nagyon komoly. Figyelj, csak tényleg azok kedvéért, akik rendszeresen futnak, rendszeresen sportolnak egy átlagos hetet, hogyha mondjuk nem készülsz konkrét a versenyre, akkor hogy néz ki mondjuk ilyen futómennyiség szempontjából? Hát nem vagyok én, a hétköznapokban nem vagyok extrém fogyasztó. Tehát én napi másfél óránál többet nem nagyon szeretek, és nem is nagyon tudok futni a munkámból kifolyólag, illetve hát a jó eső érzés. Tehát tulajdonképpen a heti 10 óránál többet én nem nagyon szoktam futni. Ez egy normál. Természetesen ettől különbözik az elmúlt fél év. Tehát azért hozzá kell tennem, hogy ennyivel azért ne ugorjuk neki a Himalájának.
ott azért extrém volt az igénybevétel, tehát egy ilyen 100 kilométernél, 150 kilométernél biztos, hogy nem futok többet hetente. Erre az én barátaim itt Komáromban a tanúk, hogy végül is együtt futunk sok-sok kilométereket itt a Duna partján. És hát innentől kezdve még extrémebb ez a Himalája, és hadd büszkekedjek ezzel, hogy hát bizony azért a mi kis Közép-Európánkban, Kisalföldnek a Dunapartjáról felfutni a Himalájába, ez nagyon komoly. Kicsit a versenyről még kérdés, kettő darab, hogy mivel lehet pótolni, mit teszel egy ilyen versenyen azt az elvesztett vagy felhasznált energiát, ami a testben van, és az alvást hogy oldottad meg kint? Hát alvásra volt egy felépített stratégia, én ezt már említettem, volt, én sok ultraversenyen vagyok túl, legfőképpen ultratriatlonban vannak elévülhetetlen érdemeim, de a Race Amerika kerékpár versenyen volt a legtöbb ilyen extrém alvási helyzet, amit meg kellett oldanunk. Én úgy építettem fel, hogy napközben egy óra alvás, éjjel pedig egy három órás alvások ciklusából állt össze. És a kaja? A kaja az, ugye ez egy mentális dolog is, igazándiból meg egy filozófia, ugyanis ugye 3500 méter fölött fogy a levegő, fogy az oxigén, egyre kevesebbet tudunk megfelelő mennyiségben oxigénnel látni a testet, és ez nem csak a mozgásunkban jelent problémát, hanem az emésztésben is, és én úgy készültem az elmúlt fél évben, hogy minél kevesebbet kelljen táplálkoznom, fizikális táplálékot. Tehát a táplálék szempontjából szinte csak folyadék, szénhidráttal terítettebb folyadékok bevitele volt, illetve az testem saját energiáit használtam fel matematikai alapokon, tehát így a verseny végére gyakorlatilag fogytam olyan 3,5-4 kiló zsírt és egy jó másfél kiló izomtömeget. Te UFO vagy? Másfél kiló izomtömeg. Vagy robot? Vagy hát micsoda? Én felépítettem, tehát 5000 méteren ne akarjunk táplálkozni. Tehát a sertéskaraj, krínesnicer, rizsel, ez nem megy. Igen, vasárnap jó az otthon, ugye? Igen. Tehát ez nagyon nagy egy frissítő állomásnál ilyenek várnának, egy jó oldal, kortományi húsos palacsét, egy kolbász, egy frissítő állomásör. Alsóbb régiókban ilyen 3500-4000 méteren még levesek voltak, tehát nem mondom, hogy nem levesek voltak. De nem volt a buglyás. Nem, hát ilyen paradicsomleves, csili és köri körülettel, tehát ezek eléggé fűszeres termékek. De aztán a magasabb régiókban nem tud az ember emészteni, tehát a szervezet az teljesen leáll, az emésztés is ennek következményében. Tehát nem lehetett megkockáztatni azt, hogy egy viszonylag gyors inzultáció érje a szervezetet, és azon módon és azon az úton távozzon. Tehát én ezt felépítettem magamba, nagyon jól működött. Hát, még egyszer tényleg gratulálunk, és tényleg azt kívánjuk, hogy még nagyon sokáig öregvítsed Komáromnak és Magyarországnak a hírnevét. Mikor mész vissza a Tauceti-re? Hát, köszönöm szépen. Ugye ez is egy folyamat, ugye itt három nagy hágot kellett megmászni, és 5280 méter magasságban a világ legmagasabb közúti hágói, és én mindenkinek mosolyogva el szoktam mondani, hogy az első hágó leküzdése után megfogadtam, hogy ezen a versenyen többet nem, aztán a következő hágó megfogadtam, hogy futóversenyen többet nem, és a legutolsó hágón megfogadtam, hogy futni többet nem. Na persze, aztán ezek élményé válnak egy idő után, tehát tulajdonképpen nincsenek fogadalmak, de lehet, hogy visszatalán nem. Aha, mi a következő ilyen extrém kihívás az életedben, amire már készülsz? Hát én köszönöm szépen, most én egy olyan poharat töltögettem, ami most megtelt. Én most egy kis ideig ebből most vagy párologni kell, vagy lefogyasztani ebből a pohárból. Én nagyon szépen köszönöm, nagyon jól érzem magam. Nem kívánom fokozni ezt a dolgot, persze természetesen kell majd, csak kell egy kis idő hozzá, hogy újból inspirációt kapjak ahhoz, hogy valamit meg kelljen markolnom az életben. Aha. Most konkrétan nincs olyan verseny, ami téged már érdekelhetne szerintem. Dehogy is nem, vannak. Itt a minőség, én mindig el szoktam mondani a futóknak és barátoknak, hogy persze, megcsináltam, azért uraim, hát a minőség, hát ügyeljünk arra, hogy ha valahova elmegyünk, akkor tisztességes, méltó. Ugye, hogy néz neki, hogyha szörnyű fel egy 333 km futás után elmenne egy maratonfutásra, ahol 479-ként beérne. Szóval azért ügyeljünk arra, hogy tartsuk tiszteletbe ezt a megszerzett címet és jogot, úgyhogy hát majd valahol
ahol újból nagy kihívás ígérkezik, majd valahol megjelenik. Jó, ha hírt kapunk róla, akkor fölhívunk megint, jó? És beszélgetünk, mert imádjuk, imádjuk ezt a fajta világlátást a Janival ketten, ahogy te élsz, ahogy te csinálod ezeket a dolgokat, hogy 43 évesen elkezded, és aztán ilyen csúcsokat tudsz lefutni, megmászni, meg letekerni, meg leúszni, úgyhogy gratulálunk még egyszer, és nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és akkor hát ezeket a szállalmas heti 100 kilométeres futásokat csinálgassa, tényleg nem is értelek. Igyekszem karbantartani a testemet. De szeretnék. Köszönjük, és gratulálom. Szia, hello, hello, Szőnyi Ferenc, én most már nem is tudom mit mondjuk, ultrafutó és kiváló sportember. Hát fantasztikus tényleg, amit ő megcsinált. Sporthírekkel folytatjuk, legalább ilyen fontosakkal, mint egy ilyen ultrafutás, hiszen ugye ma este hát futballmérkőzés, egy jó magyar, román, arról kicsit többet írnak, mint egy ilyen teljesítményről, de hát megértjük, az a tömegsportág, ugye, vagy legalábbis az több ember nézi, mint egy ultrafutást. Morning Show, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. 3:48 múlt egy perccel. Bocs, rácok. Egészséget, Réani. Jó, de ennyire hangosan. Várjál csak, nem, lejövről jött. Melyik az? Most már keressük meg a zajforra. Figyelj. Még egyszer? De most nem tudom még egyszer. Na. Önálló életre kellnek, hát ez egy olyan 20, ez már nem egy 21. ez egy 22. századi technika, érted? Itt már mindennek, a mikrofonálványnak is van már saját tudata, a laptopoknak is van, a malacperseinek is, meg a zsűlnek is van saját tudata, illetve kifejlődőben van. Ennyire gáz még sosem volt a 10-es álló kocsisor az Osantól befelé, álló és összefüggő. Hungária tököli busz ütközött, személygépkocsival állnak a villamosok és az M3-as felé vezető oldal, várják a kárbecslőt. Ezt többen megírják, a Bécsi út felé esélytelen menni, mert keresztben áll egy busz a Hungária tököli kereszteződésben. A Budakeszi utat kerüljétek, kész káosz. Geszte és Miskolc között mérnek a 2x2 sávoson. Miskolc felé a 70-es táblánál Árpád híd, Pesti híd fő lámpák sárgán villognak, kerülje, aki teheti. Köszönjük szépen, írjátok meg, hogyha bármi fontosat láttok az utakon, ami akadályoz másokat, aztán mi majd mondjuk. Most viszont, mivel nincs Balázs, adhatunk a kultúrának. Bocs. Hétfő már lesz. Ma mindenkivel belerúgunk. Hétfő meg, hogy visszagéljünk. Hétfő meg, hogy kussolunk. Na, mert mit gondolsz, amikor te nem vagy itt, akkor nem kapsz vagy Nem. Ez így van egyébként, mert mondjuk a Balázs is nem adunk a kultúrának, mert érted? Tehát, hogy az ingoványos talajról nem szívesen merészkedik. Viszont majd akkor lesz megint tenisz. Így van, hétfőtől ismételten tenisz. Vége lesz akkor a már ennek a US Open? Nem tudom, is érdekel. Mondjad, mit akartam mondani? Tehát kultúra. Megjelent az egyik, azt hiszem a harmadikos olvasókönyvben egy vers. Kísérleti olvasókönyvben egy vers, amely óriási felháborodást váltott ki, ha valaki nem hallotta volna még, egész rövid, úgyhogy egy gyors idézet, illetve a vers maga. Pitbull ez a címe. Az ember, ha kutyát simogat, izgul, főleg, ha a kutya netán pitbull. Pedig nem is egy ideges fajta, akkor is harap, ha nem akarja. Mindegy, az ember lába vagy karja, a pitbull aztat szépen lekapja. Vagyis, ha éppen sétálni indul az ember, jobb, ha nem jön a pitbull, de ha jön, akkor ne simogassa, mert a kutya őt kettéha. És itt is befejezve a vége. Na hát, amit a költőnő kapott, az egy óriási. Az azt hiszem inkább a hideg, óriási, vagy a hideg meleget mondod. Van része szegénynek. Hát azt kell mondani, hogy szegénynek. Még úgyis azt mondom, hogy szegénynek, hogy egyébként nem feltétlenül vagyok azon a véleményen, hogy jó, hogy megírta ezt a verset. Aha. Mert szerintem ezzel alaposan mellé lőtt. Még ha esetleg a szándék az jó is volt, vagy például még ha próbált is iróniát csempészni ezekben a sorokban, még ha vicces formában is próbálta ezeket a gondolatokat megfogalmazni, szerintem ezzel ő nagyon mellé lőtt. Egyébként ez már 8 éve megjelent, ez a vers eredetileg a költőnek az egyik kötetében, ami ilyen vicces, ironikus kis verseket tartalmaz. Elsősorban, hát nyilván a versnek a nyelvezetében ez már kiderül, ez gyerekeknek szól. Így és van, hát és itt... hogy ez egy vers, tehát ez a legfontosabb ennek az üzenete. Nem gondolnám, hogy a költőnő haragszik a pitbullokra ez alapján. Uh-huh. Az igaz, hogy meglovagolt egy ilyen sztereotíp gondolatot, hogy a pitbull mindenkit széttép. De hát valószínűleg erre ültette rá, és ebben van a vers csattanója is. Én két dologban látom a problémát, és az egyiket szerintem oldják meg a pitbull tulajdonosok, bár ez neki folyamatosan problémát jelent, ugye, hogy vannak, ahogy te is mondtad, ilyen elég kemény és eléggé bebetonozott sztereotípiák a magyar társadalomban is ezzel a fajtával kapcsolatban.
Szóval, hogy a pitbull az egy ilyen, hogy harap akkor is, ha nem akarja, igen, meg, hogyha jön egy pitbull, akkor nagyon vigyázzál, mert biztos, hogy meg fog harapni, biztos, hogy szét fog tépni, hogy ez a kutya, ez ilyen hihetetlen, ez maga a négy lábon járó antikrisztus. Pedig nem az, hát ezt mindenki tudja. De egyébként, mi, akkor miért? Csak egy viszonyítási alap kedvéért egyébként ez a fajta az tartozik 2013-ban az év munkakutyája is. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy ez egy nem kezelhető, meg hogy nem nevelhető, na meg szófogadatlan és agresszív kutya. Hát valószínűleg itt a gazdikról van inkább szó, akik azért veszik meg a fajtát, vagy a gazdiknak nem is nem tartóknak nevezném őket, mert szerintem az nem egy felelős kutyatartó, aki mondjuk ilyen pöcspotléknak vesz magának meg egy ilyen kutyát, hogy ha már én nem vagyok kemény, akkor legalább a kutyám legyen kemény alapon. Szóval ez nem a kutyának a hibája. De ezzel most, hogy ez a vers megszületett, a gyerekek majd azt fogják gondolni, hogy akkor a pitbull az egy rossz kutya? Igazi probléma. Szerintem ez az igazi probléma ezzel a dologgal, hogy alapvetően ez a verses kötetés, amiben eredetileg megjelent ez a versecske, meg ez a kísérleti olvasókönyv, amennyiben jól fogalmazunk, ez is pici gyerekeknek készül, akik nem biztos, hogy még az iróniát olyan szinten veszik, fogják, ahogy ezt egy felnőtt ember tudja fogni. Szerintem sokkal jobban fogják egyébként. Szerintem sokkal jobban fogják a gyerekek. Meg a másik, hogy azt oké, hogy te véded a, vagy azt mondod, hogy a pitbull egy nevelhető kutya, és hogy a gazda miatt olyan, amilyen, az nekem tök mindegy, nekem a gyerekemet kell védenem a pitbulltól, a gazdájával egyetemben, hogy a gazda a hülye vagy a kutya, az engem nem érdekel, a gyerek tanulja meg, ha pitbull sétáltató embert lát, igen, akkor ketté lesz harapva. Igen, de ugyanez a sztereotípia más kutyafajtákra nincsen ráakasztva, rágatva, pedig ugyanúgy előfordulhatnak velük is különböző problémák, abszolút, hogy finoman fogalmazzuk. Igen, a gyerekbe be kell ültetni, hogy csak olyan kutyához mész oda, aminek a gazdája megengedte. Ha te is így gondolkodol, hogy a többi ilyen pitbull fóbiás ember, akkor tudod, mivel megjelenik egy ilyen kutya a környéken, abban a pillanatban felkapod a gyereket, elkezdett sikítozni, elkezdett kikérni magadnak azt, hogy az utcán ilyet sétáltatnak, hogy kivitt valaki egy ilyet a térre, rögtön tele leszel te is feszültséggel, és ez a feszültség, meg ez az ijegység a gyerekre is át fog ragadni. De hogyha azt mondod a gyerekednek, hogy vigyázz, ne nyújj hozzá, mert meg fog harapni, akkor mit fog megjegyezni a gyerek? Tök mindegy, hogy előtte volt-e vagy sem. Rossz élménye, de kellemetlen tapasztalat, ezt fogja megjegyezni, mert a gyerek számára te vagy az Isten, te vagy a minta. Na jó, de hát nem mondod azt, hogy nézd, egy szájkosár nélküli szabadon engedett pitbull, szaladjunk oda, de kicsi. Miért nincsen ugyanez a reakció akkor, ha mondjuk egy német juhász? Ugyanez a reakció van, ha elengednek. Nálad lehet. Ugyanez de a majd jó, most már elengedésről beszélsz. Hát, következő pillanat pedig a véres szájjal onnan, ha hozzá két lábra áll. Két lábra áll, és meg elviszi a félkaromat. Egyébként csak a reakciókból egyet szeretnék idézni. Valaki azt mondta a telefonban, azt hiszem vagy a költőnőnek, vagy a kiadónak, hogy ha nem írja le a hölgy, hogy a pitbull eredendően egy jámbor fajta, akkor szét fogja tépetni a pitbulljával. Na, itt most itt két dologról van szó, tehát az egyik fel az, hogy ő az a pitbull tartó, és nem pedig egy felelős állattartó, akiről én beszéltem, tehát hogy aki valószínűleg ilyen pöcspotléknak tartja ezt a típusú kutyát, vagy pedig az írónő, a költőnő nem értette az iróniát. Lehet, hogy ő maga. Ahogy az olvasók egy része ahogy sem. Az olvasók se. Jó, ilyen röviden akartunk erről beszélni, mert hát háborog az internet népe, miután ezt elolvasták. Én azt gondolom, hogy a gyereket normálisan kell nevelni, úgyhogy csak akkor mész oda a kutyához, ha a gazdia megengedte. Picit átgondoltabban kellett volna ezt az egészet így megfogalmazni, átgondolni, hogy milyen következményekkel járhat adott esetben az, hogy a gyerekek érteni fogják-e az iróniát, fogják-e érteni az iróniát, meg a humort a pitbull tartók, akik nyilván érzékenyek. Hogyha jó otthon azt tapasztalja, hogy egy kutyáját kenyére lehet kenni, hogy az ő gyerekeivel el van, hogy egyébként mindenféle olyan kitételnek megfelel, ami egy kutyával szemben, meg egy kutya felelős állattartóval, kutyatartóval szemben elvárható, akkor nyilván ők érzékenyen reagálnak minden ilyen dologra. Én értelek, de valamiért ez a kép kialakult, hogy a kutya miatt, vagy a gazda miatt ez a kép ez megvan. Figyelj, mondhatnám erre példaképpen a farkasokat, és a farkasokról mi jut az eszedbe? Hogy megeszik a nyulakat, meg a kis állatokat. Emlékszel, hogy milyen mészállás volt a múltkor is, amikor ben volt egy itt a stúdióban. Jó, azt szerintem az be volt kábítózva, azt akkor csak akartam nektek mondani, hogy... Nyilván. Szóval csak, hogy ne gondolkodjunk az emberek sztereotípiákban, igazából erről szeretünk volna beszélni, vagy ezt szeretünk volna mondani, nem akartunk senkit igazából megvédeni, sem a költőnőt, sem pedig a pitbull tulajdonosokat. Leginkább szerintem az, hogy ne a sztereotípiák működjenek a társadalomban, arról leginkább a pitbull tulajdonosok tehetnek majd,
azáltal, hogy bemutatják ezer szemben. Na, meg ezt várom felé. Nagyon. Mert egy nyitottság felé miért nincs is? Olyan vers, érted, hogy a csivavám, hú, de mérges, letépi az álladat, mert nem ha te nem jössz közel hozzá, majd ő megkeres még ma. Igen. Mert rossz a vers, így mondjuk, igen. Még az anyádat is. Hogy az anyádat. Az anyádat is. Mert figyelj, mert nem akarják kiúzni a csivavásoknál. A gyufát. A gyufát. Vagy a csivavásoknál. Hát vagy a csivavások a gyufát. Jó, téma lezárva, mert hogy inkább menjünk olyan vizek felé, amelyek nekünk jól állnak, ez meg a játék, amikor mi ajándékot adunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Mondom, hogy menjünk tovább, de még egy érvem van. Na. Még egy érvem van. A farkasra. Mivel tartott távol a gyerekedet a farkastól? Több időt nem kapsz egyébként. Tehát, a hogy most piroska. Még ezen gondolkodhatnál egy kicsit most. A piroska és a farkas című igen? mesével tartott távol a gyerekedet a farkastól, hogy a farkas lát az erdőben, ne rohanjon oda. Érted? Aha. A költőnő mivel tartja távol a gyereket a pitbulltól, hogy ne tépje szét verssel. Aha. Na, akkor egy másik olvasatát mondom a klasszikus mesének, érted? Milyen ember az, aki felvágja egy vételen állatnak a hasát alvás közben, és köveket rak bele, és visszavarja. Jó, de most itten a helyen rohadt állat. Igen, de azért csinálja, hogy kiszabadítsa a nagymamát. Nem, micsoda ember baráti. De hogy nem, már kivágja a nagymamát a hasából. Nem elfogta és elvitte a sintérteleple le a farkast, hanem felvágta alvás közben a hasát, és telerakta macska kövekkel. Hát de kivette belőle a nagymamát azért, hogy ez a csúnya bitang ordas, nehogy visszajöjjön. Hát, ha láttad volna azt a nagymamát, benhagytad volna. Andi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Kutyás vagy? Bizonyám, kettő Golden Retriever, kettő kislány. Adja, úristen! Olyan vers miért nincs? Ne húzkodd a Goldi szőrét, mert megharap téged, érted? Mert nem igen. kell. Hát ezért. Hát azok tündéri kutyák. Így van, ne nyújj hozzá, simogatni, mert meglátod a véred. Írjuk már ilyen verseket a következő órában. Ja, Isten, Gyoma Endrődi vagy. Így van, Gyoma Endrődi. Szújó falva. Ő azt hiszem Gyoma Endrődi, ugye szújózó? Van már emlékház? Nem. Hogy lenne? Skanzen? Nem, hát van, aki már életében is szobrot kap. Ja, igaz. Bár ugye nem lehet. De a kerékpár utat már ott azt mondom, hogy a töltésen szokott biciklizni a Szújó Zoli, amikor otthon van. Hát a izének a folyó töltésén, és azt már átnevezik Szújó Avenue-nak, vagy nem tudom minek. Ilyen Szújó Őrs, vagy ilyesmi van, vagy nem lehet, ilyen Szújó Őrs, vagy Szújó Csapat. Biztos van ott egy ilyen cserkész. Nem csak tudok semmi, volna, nem. Valahogy ennek utána kéne nézni. Annyira megérdemelni az a szegény, hogy kedves ember. Igen. Elévülhetetlen érdemei vannak. Ezért fogunk dolgozni, hogy Gyoma Endrődön legyen Szújó Zoli őrs. Ha most így hallják többen, akkor lehet, hogy lehet. Én javaslom tényleg, tegyék rendbe, vezessék be a vízt, legyen ott, hogy hívják is, érted? Végre valami a kanál is helyet is. Meszeljék ki azt a házat, csinálják meg a nártetőt, és legyen beüzemelve újra a gémes kút, ahonnan ez a srác elindult. Andi, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Aha. Mennek a Szőnyi Feri után. Bizony. 5000 méter már. Durván. Mutatjuk neked a részletet, ez egy sorozat. Ennyit segítek. Men. Ja. Hú, ez nagyon rövid volt. Hát ez még... Még egyszer. Men. Hú, nagyon könnyű. Zseniális sorozat. Nem magyar, igaz? Nem. Nem. Hú, lehet, hogy akkor hosszabbat kérek. Jó, mutatjuk. Hú, de ismerős pedig. És bejön még egy harmadik hang is. Annyit nagyon segítem. Jó kis sorozat egyébként, főleg azok nézik, azok a szülők, azok a családosok, ahol van tidi gyerek, mert hogyha rendszeresen nézitek, ilyen 3-4 epizód után már nem kell a térdetekre ültetni a gyereket, és beszélni neki a porzóról, meg a bibéről. Mindent tudni fog. Mindent tudni fog. Na mi lehet ez? Még egyszer, nem tudom. Jó, még egyszer megmutatjuk. Hát nem, passz. Ez a két pasi meg egy kicsi. Hí, pont ugye? De miért nem mondod akkor? Hát erről lemaradtam. És itt a harmadik hang, ugye a kicsi jön be a utoljára. Ezért mondtam neked, hogy jön még egy harmadik hang. Na. Ah, Andi. Majd legközelebb pedig jó lesz volna.
Jó van, cserébe kinevezünk a Szújó Zoli ősvezetőjévé. Emlékházigazgatónője. Jó, köszönjük. Most tegnap néztél bele, azt mondtad egyébként? Hogy? Azt mondtad, hogy éppen most néztél bele, tehát akkor még nem léttel belőle? Tegnap, nem nagyon szoktam néha belenézni. Adj neki egy esélyt. Nagyon jó. Csáli Sim őrült. Vigyázz magadra, Andi. Szia. Egy perc múlva 8 óra jövünk a friss hírekkel. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 3 perc múlva lesz 8:45, jó reggelt, szevasztok egy gyönyörű péntek Janival és Ferivel. Sziasztok, mi a fenére keveltetsz le felénél egy számot? Nem kevertettem le. Dehogy nem, arra hajtasz mi, hogy bedobjuk még egy 200-ast a malacba. Mindenféleképpen egyébként, de Zsülül ül a pultnál, úgyhogy ha valaki ki akarta belőled ezt a százast passzírozni, akkor ez a Zsül. Nem ment le, Zsül. Mit szórakozol? Ez egy 257-es gossip. De az a baj, hogy ugye a hallgatók nem látják, hogy Zsűlül a legközelebb a Balázsnak a székhez, és ez némiképp megfertőzte már az ő tudatát, az egóját, és elkezdett itt rendezni. Ne rendezz! Azért, mert te vagy ott a gombnál. Ne rendezz, majd mi mondjuk, hogy mi van. Mérnek a Rákóczi híd előtt a budai alsó rakparton Enikő Budakeszi behalt. Gondolom, hogy közlekedésileg. Soroksári Rákóczi híd felé beállt, valaki tud valamit, vagy csak reggel van, ez Zoli kérdezi, ennél bővebbet nem tudunk mondani, és mondom a többit is. Mi van itt, gyerekek? Ja, HP játék, ma van a főnök. Egy gigalap laptop az ajándék. Tudja valaki, hogy egy kamion be van fúródva az erdőbe, oldalára forduló az M5-ösön Pest felé az Inárcs és a gyári lehajtó között? Kérdezi Szaki. Igen, tudjuk, mi is mondtuk már, hogy egyébként azok, akiknek ez dolguk, hogy ott csináljanak valamit, szerintem ők is tudják. Endréd, Zamárdi, Siófok, szakad az eső. Üdv Gyuri. Mondtuk már, hogy ez azért van, mert holnapra ígérték, az időjárás kegyes egy napot előre jött, és holnap már jó idő lesz, lehet futni meg bringázni. Egyes villamos már jár, Bálint írta nekünk, ennyire gáz még sosem volt a 10-es állókocsisor az Osantól befelé, álló és összefüggő. Hungária Tököli sarkán busz ötközött személygépkocsival, de a villamosok már elindultak. Na hát ezek a friss közlekedési hírek, és egy a hallgatói SMS, én imádom ezeket. Ugye az előbb beszéltünk erről a kutyás versről, a pitbullos versről, meg itt egyáltalán a kutya kérdésről, pro és kontra. Az SMS így kezdődik. Balázs 100%-osan igazad van. Köszönjük. Balázs nevében is, és hétfőn mindenképpen átadjuk. Nagyon aranyos, játékos pit kutyusokkal szoktunk sétálni. Lényeg, akármilyen kutya, szociális vagy sem, a pit azért ilyen, mert erős a harapása, és sokszor harci kutyának nevelték. Balázs 100%-osan igazad van. Figyelj, ez a nagyság, én azt gondolom, hogy a srác nincs is itt, ma szabadságon van, ugye forgatni megy, tegnap este még dolgozott, mert az RTL-nek nagy bemutatója volt, hogy mi lesz az őszi struktúra, kértenek szabadságot, és még így is. És még így is átütő erővel jön az ő intelligenciája, és az ő tudása. Én annyira örülök neki egyébként, hogy tegnap miután ilyen elgasztottunk ilyen adásból, kijöntünk, és Balázs összeért nekünk néhány értelmes gondolatot, hogy legyenek mára ilyennek a fejünkbe, illetve előttünk papíron. Igen, és ezt ugye neked adta oda, persze, neked adta oda. Rám nem számított, hogy egyáltalán el tudom mondani az ő értelmes gondolatai, te hangot picit hasonlít rá, és akkor így de hétfőtől megint primitív leszek meg. Viszont a régi Jani. Na, mi van a gyerekkel? Melyikkel? Hát az enyémmel azt tudom, tehát, hogy az enyém, nagyjából tegnap találkoztunk, feküdt. Érted, nekem kettő is van. Ja nem, ma reggel is láttam. Ugyanúgy megvan, kérlek szépen, az a lendület, ami elkezdődött kedden az iskolával kapcsolatosan. Tegnap már ő fordított angolt, imádtam a kiscsajt, hazajött, és mondta, hogy hát vannak olyanok, akik nem jártak ilyen angolos óvodában, mint ő, és a rajztanár néni már ugye angolul mondta el a feladatot. Ja, és azt hiszem, hogy a rajztanár néni nem értett valami. És akkor Panna segített rajta. Nem, a rajztanár néni először elmondta angolul a dolgokat, amit kellett, és akkor ott a Panna pattársa, meg mögötte azt hiszem egy lányka, ugye ők nem tanulták, nincs ezzel semmi gond, csak úgy néztek, és akkor Panna odafordult, és lefordította, hogy 3, rajzol, madár. Ezeket a szavakat kivette. De előtte hátra nézett a mögöttől, és azt mondja ki, excuse me, majd én. Majd én segítek. Majd én. És ebből ők összerakták, hogy 3 madarat kell rajzolni. Úgyhogy ilyenek vannak, imádja. Fia, az én lányom, a nyarat úgy töltöttük, hogy nem volt nagy korlátozás nálunk, tehát nem kellett este lefeküdni 8-kor vagy 9-kor volt, hogy fönt voltak 11-ig, rohangáltak, mindenki bulizott ugye a velencei villaparkban, ahol mi lakunk, és hát ezek így 9:30-ig aludtak ezek a gyerekek, és most
anya, fél hétkor ébresztőt fúj. Figyelj, és nem volt az. Tehát ez a gyerek, én nem tudom, kire jutott, de szereti az iskolát. Egyelőre még mondom, hát ugye ez a negyedik nap, amit abszolválnia kell, és imádja, föl kell, megy, készül, viszi, hozza, teszi, veszi. Tehát vagy az iskola nagyon jó, vagy az én gyerekem egy ilyen ügyes gyerek. Na, tehát ezt nem mondanám. És még a visszajelzések napja a gyereknek, aki ennyit, ilyen szempontból is el van kényeztetve, jó értelembe jövőre. Mi a vélemény a menzáról? Imádja, tegnap bélszínes... Érzi a törekvéseket? Igen, tegnap bélszínes szendvicset csomagoltam neki, hát mondom, akkor vigyem már valami jót, egy konyhás kevés... Néniknek, és elcserélte. Érezzék az irányt. Elcserélte. Na mire cserélte? A menzás kaján. Nem, nyilván nem csomagoltam neki bélszínes szendvicset, mielőtt valaki feláborodik. Vinni kell be neki kaját, de ő is az én kis répakészletemből és uborkakészletemből visz magának. Abból ne is vigyen, reméljük nem is fog majd soha, de nagyon elégedett. Ő egyébként nem egy válogatós, tehát panyeszen látszik is, hogy elé nem tudsz olyat tenni, amit ne enne meg. Ne jóval, hagyjuk már ezeket az álságos dumákat. Te nem tudsz rosszat tenni a gyerek elé, de nem tudsz rosszat senki elé tenni, kivéve az éttermedről. Igen, de találkozik azért ő más kajákkal is, mint amit én főzök, és ő azt is megeszi. Úgyhogy rendes. Mert udvarias. Igen. Mert jól elrakja a fofacskójából, és aztán később kiköpi. Nem nyelem le, mert nagyon ízli. Igen, még forgatom az ízt a számban. Hallod? Egy felháborító hírt szeretnék ezzel kapcsolatban egyébként felvetni, és igazából ezért is vetettem csak fel a témát, hogy nyilván nem érdekel. De hogy nem, természetesen az is érdekel, de hogy úgy hallottam, erősíts meg az információt, vagy cáfolt, ha nem így van, hogy a klasszikus régi piskóta kocka csokjöntettel eltűnik a kínálatból, mert helyette valamilyen zabcuc, valamilyen zabkex, vagy zabsüti, vagy én nem tudom, hogy zabból készült piskóta, vagy ilyen. De miért? Azért, hogy ti örüljetek, ti zabosok, a haveroddal együtt, akivel ezt a zabkultuszt elkezd, nektek köszönhetünk. Ha a zab meg a klasszik piskóta kocka közül választanom kell, akkor inkább a piskóta kockát választom a csoki öntetel, mert az oké, hogy retro, de finom is. Igen. Egyben. Tehát, hogy az annyira imádni való volt, hogy gyakorlatilag szerintem generációk, majd így visszakézből csapjál már szájon, még egyszer azt mondod, hogy gyakorlatilag, mert szerintem már sok lesz ma. Szóval, hogy elméletben is. Hogy generációkon átívelt a piskóta kockának a legendája, a népszerűsége, imádták, szerették, mindenki emlegeti, hogyha iskolai menzáról van szó, szerintem 2-3 korosztály van, aki élből rögtön ezt mondja, vagy pedig ezt a picit ragadós csirke combot, aminek ilyen olyan fűszerkeverékkel volt beszórva. Mátrium glutamátnak hívják. Na, mindegy, mi nem tudtuk, hogy hívják, de az is jó. Az is jó. Jó volt az. Szóval, hogy minek kell mindent. Értem én, oké, ne legyen kirakva a só, ne legyen túlcukrozva, vagy legyen valamilyen alternatív édesítő szer helyette, figyeljenek oda a zsírtartalomra, figyeljenek oda mindenféle ilyen sok zöldség, sok gyümölcs, de hogy valami azért maradjon már meg. Na mondom neked, hogy mi a helyzet, a piskóta kocka piskótájában cukor van. Azt ugye elméletileg ki lehetne váltani különböző édesítő szerekkel, de az drága. Arra nincs pénz. A csokoládé öntet az ugye maga méreg, a csokoládé és a cukor. Illetve hát kakaó valljuk meg, hogy a sok csokit... Igen, de a sok csokit nem látott annak idején, ezért az új szabályzás szerint, ami most már egyébként azt hiszem 2 vagy 3 éve életben van, de most jött el a deadline, ugye a halálvonal, szeptember 1-től. A lányodtól tudod. Igen, hát ezt most már ő fordít nekem. Szeptember 1-től most már ezeket a szabályokat be kell tartani az iskolai menzákon. Nincs cukor, nincs só, és nincs semmi ilyesmi. A ti világotok jött el, ezt akartátok a haveroddal együtt, aki most nincs itt, hogy zab legyen, hogy zöldség legyen, tessék, itt van, örüljetek, hát hallelujázzatok. Nem esznek most már a gyerekek ilyenek, zabotek. De bizony, zabot. Mondjuk tudok csinálni olyan zapsütit, hogy megőrülsz, igen, de azt az iskolában nem fog. Csak sok csokoládé. Mascarpone, meg ugyanennyi magyarokrém. Na, ez nem lesz az iskolákban. Jó, de beszélünk még egyébként az iskolai menzákról, majd szerintem valamikor jövő héten vagy utána, azt tudom, hogy terve vettük már, hogy egy kicsit átnézzük. Kapunk megint mintát? Én nagyon szeretnék egy ilyen jó iskolai menüt végigenni, vagy legalább pár dolgot hozzon be ide valaki, hogy most miket kell csinálni. Úgyhogy, és hogy egyáltalán megeszik-e a gyerekek, mert az a kérdés. Tehát ha egészséges és megeszik, akkor nincs baj. Ha egészséges és senki nem eszik belőle, hanem visszaküldik, akkor van gond. Mondjuk szerintem akkor van az egésznek értelme, hogyha otthon is egy picit átállnak a szülők.
Mert hogyha tudod, hogy hát... ott van ez egy nagyon erőteljes kontraszt, tehát hogyha ott van ugyanúgy megkapja mondjuk a grízes tészta mellé az iszonyatosan cukros baracki ízt, és akkor még rá egy kis negyed kiló porcukrot a tetejére, csak hát az ízeket. Egyébként meg persze miről beszélünk, tényleg úgy jó, de a menzán megkapja ugye a cukor nélkülit, akkor a gyerek nyilván a kettő közül választani fog valamit, és ismerjük az őket. Tehát, hogy ők a cukrosat fogják választani. Cukros felé fogsz menni. Tehát igen, a családoknál is át kéne egy kicsit állítani az agyokat, hogy másképp főzzünk, mást adjunk a gyereknek, hogy van alternatíva az eddigi kaják helyett, hogy ugyanolyan jó ízű kajákat csinálják, csak ez egy hosszas folyamat lesz. Üntetnék szerinted azt a gyereket, aki mondjuk, akinek reggel mondjuk az édesanyja csomagolna, azért tényleg, hogy bent legyen, nem egy vizét, vagy tudom én, egy sószorúban nátrium glutamátot. Mindenkit végig szórnád, szerintem egy idő után szólnának. Szólnának érte? Nem tudom, persze. De nehéz, ez egy hosszas forradalom lesz, ez még csak az eleje, és biztos, hogy lesz rengeteg felháborodott szülő, aki majd azt mondja, hogy miért adnak ilyen kaját az én gyerekemnek, miért nem lehet finomat adni, miért nem lehet jót adni. Ez is finom, csak másképp, és nem vagyunk ráva. Tehát ha otthon ettél, meg eddigi életedben ettél úgy, ahogy ettél, és most valami mást adnak, azt nagyon nehéz lesz átnyomni. Nagyon nehéz lesz szerintem. De ez a jó ötlet, hogy hozassunk be magunknak valamit, egy pár kóstolót, és akkor eldöntjük, hogy ére az új menza, vagy nem ér. Na, de ez a jövő hét, viszont a ma este a fotball szurkolók már hónapok óta erre készülnek, az összes jegyet eladták, tele a stadion, rendőrök mindenütt, holnap és holnap után óriási szeméthalmok, de a lényeg az, hogy ma este magyar-román labdarúgó mérkőzés van, és szerintem nem csak itt az Üllői úton bojdul majd meg az élet, hanem otthon is, mert egy csomó foci szurkoló ugye nem tud eljönni a meccsre, távolság, pénz és egyéb okok miatt, és otthon már egy csomóan készülnek arra, úgyhogy a hallgatókat azt arra kérjük meg, hogy meséljenek arról, hogy mi a meccsnézési sztori. Tehát, hogy kocsmába mentek a haverokkal, és ott vagy valakinek a feleségét elkülditek otthonról a többiek feleségével egy sütipartira, ti ott jött tök össze, van egy csomó alternatíva, hogy hogyan lehet ezt a dolgot megoldani, és milyen meccsnézési szokások vannak, étel, ital, szabadban, odabent, nagy kivetítő, kis tévé, rádión keresztül, mert van, aki egyébként azt szeretne. Hölgyek otthon maradnak egyáltalán, nem pedig csinálnak egy csajos programot, ahelyett, hogy otthon együtt örjöngenének a férjükkel, vagy véghallgatnak az örjöngést, vagy egyszerűen csak kiszolgálnák őket. De keressük akkor a legnagyobb szurkoló hölgyet is. Az is jó. Kíváncsi vagyok, hogy ki ragad mondjuk ilyen szempontból a klaviatúrát. Egyébként csak, hogy mekkora hiszti van e körül a meccs körül, egy kedves hallgatónk, nekem ez nagyon tetszett. Sziasztok, ide figyelj, Jani, engem ma nem a románkor építészet, hanem mai román verés érdekel. Most arról beszéljetek. Hát ugye ezt Jani már elmondta, de mi többször is elmondtuk, hogy nem a foci az erősségünk. Nem. A nem erősségei csapatban, vagy halmazban ez egészen erősen benne van. Nyilván mindenki szurkol a magyar válogatottnak, tehát szerintem nincs olyan ember ma Magyarországon, vannak a fanyalgók, vannak, akik azt gondolják, hogy most nem lehet ezt a román csapatot megnyerni. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy hívunk egy olyan embert, aki eddig akárhány alkalommal fölhívtuk, mindig megvilágosított bennünket. Mindig megmondta a tutit, mert előre látó, sőt, mi több, ő egy jövőbe látó férfi, akinek nincsenek kétségei, aki például mindig úgy veszi fel a telefont, de van számlatömbje. Hogy tudtam, hogy ti hívtok bennünket, és hát itt az idő, hogy ő megmondja a mai igazságot, már ráadásul azért is, mert még lehet sportfogadást ugye kötni. Nézem is. Bárki, hogy mennyi, mi az ocs erre a dologra, és ő meg fogja nekünk mondani a tutit, ha fölveszi a telefont, lehet, hogy ma nem érzi, hogy hívjuk őt. Érzi, hogy hívjuk őt, Viki? Érzi. Vagy legalábbis tegnap szóltunk neki, hogy írjuk. Ő maga Frabátó, a nagymester, a félisten, az ikon, akivel ugye már annyiszor beszéltünk, és mindig megmondta a tutkerájt, megmondta azt, hogy ki fog majd befutni első helyen. Hát lehet, hogy most nincs neki jó tippje, mert egyszerűen eltűnt. Na, ettől függetlenül én azért nézem, hogy mit adnak. Hát ezt tudjuk, hogy akkor Magyarország, Románia ma 20 óra 45 perc. Azt mondja, hogy nézem, hogy lehet egyébként, hogy Frabat is ebben a pillanatban ezt nézi, hogy ő is erre tippeljen. Hát, nagyon kiegyensúlyozott. Nagyon kiegyensúlyozott, gyakorlatilag mind a két csapat ugyanazt az ócot kapta. Mennyit lehet keresni, ha egy ezerest bedobok? Jó, az egyik oldalra mentem fel, ahol 2.66-ot fizetnek egyik, és 2.66-ot a másik csapat győzelmére, döntetlen esetében pedig 3. Ha egy ezerest befizetek, akkor 2.600?
Hát nem vagy egy elveszett van. Ember, látszik, hogy... Tök jó. Hát én nem tudom, és sose fogadtam. Hát de annyi. Akárhogy is nézzük, az igen. Az 1000x2,60. Köszönöm szépen, igazán rendes vagy. Ennél előre mutató már csak az az ember lehet, aki itt van velünk, maga a mágus, Frabátó! Jó reggel! Fogadjuk, hogy azért nem vetett fel a telefon, mert akarthat hallgatni az ócoka. Azt akartam, hogy ez a gondolat jutott eszembe, hogy sokkal sikeresebb lennék, akkor holnap hívnátok fel, és ugyanezt a kérdést követem. Minden persze meg tudnék mondani. De nem olyan összeim, fociból én sem vagyok erős, inkább vízilabda ez, ami közel áll hozzám. Ez azért jó, mert intuícióban itt talán jobb az egész, és igazából elkeseredtem, tegnap utána néztem kicsit a dolgokra, hallottam, hogy nagyon nagy hajtizó van ebből. De ma estére, amit még sose csináltam, kártyát húztam saját magamnak erre a meccsre. Így lehet mondani. És nyerhetünk. Tehát benne van, mindenki azt mondja, hogy sokkal erősebbek, meg sokkal jobbak, meg a százalék így, meg úgy. De maradjunk abba, és egy ilyen eredmény mondok el, hogy 2-1. A kutya fáj. Tehát 2-1 jelentkezik. Érdekes, 3 lapunk van. Nem tudom, mennyire is vagy a tarókártyát. Van egy olyan harci szekér, ez azt jelenti, hogy olyan dolog ellen mész, egy olyan dolog ellen harcolsz, ahol nincs esélye. Viszont ha a harci szekér benne van a labba, akkor megnyered az ütközetet. Tehát nagyon nehéz küzdelem, nagyon... Na de várjál, Frabátom, mert azt mondtad, hogy most magadra húztál. Tehát de nem a magyar... A focira húztam. Magamra még soha a kérdéseimre, vagy a kérdezek, soha nem húztam kártyát. Aha. Tudom, és erre húztam. Na, tehát van azért teszel valamit a kasszába, és töltesz ki magadnak számlát? Persze, hát ez tőle, mert voltam benne az intézetnél éppen valamelyik nap, és hát megkérdezték, hogy ne haragudja, mert most úgy hívják a Balázsóból, a Kraszt FM-ből, meg innen onnan, mennyit kap ezért? Hát mondom, semmit, csak szórakoznak velem államban, és nem hitte el. Aha, hát igen, nehéz is. Ezeket a jó tanácsokat én is csak pénzért mondanám. Jó, tehát ott van. Na, ott vagyunk, hogy a tarot kihúztad ezt a kártyát, és abban benne van a harci szekér, ami azt jelenti, hogy az ütközet nyerhető. De honnan jön a 2-1? Ez az intuíció. És tűzösen azt kellene, nem tudom, hogy kinek 2, hogy románoknak, vagy románok rúgják nekünk, vagy mi nekünk, de én azt mondom, hogy mindenki nagyon reménykedik a döntetlenben, én a 2-1-et nekünk mondom. Tehát 2 gólt fogunk rúgni a románoknak, ők csak 1-et tudnak nekünk. Hát nyilván, hogy nem tudod mondani fordítva, akkor soha többet senki nem menne hozzá. Azt akartam mondani, hogy kisebb elmék menni a vízszára. Ugye, szoktak egyébként ilyen elmenni hozzád, hogy mondd meg a lottószámokat, meg a kenok, meg a nem tudom mit, a skandát? Nagyon sokan, de remekül kezdik, tehát figyelj, kitöltöm a lottót, megnyerjük az 5-öst, és megkapod a 10%-át. Hát mondom, köszépen. Aha. Mondom, ha tudnám akkor, de jár olyan hozzám, aki kimondottan meccsekre, fogadásra, mikor, hol, tipmix, ilyenek, tehát csinálok ilyeneket. Uh-huh. Olyan jár hozzád, aki egyetlen versenyzőre kíváncsi, ez pedig Federer, és hogy mikor mit fog játszani, és aztán másnap esetleg visszahallod egy rádió műsorban, amit sokan hallgatnak. Hát kár, hogy ilyen tenisszel nem, de megmondom, hogy kár, hogy a Balázs nincs, de a Federernek leáldozóban van. Ennyi, hát ezt már mi érezzük régóta. Federer nem. Jönnek az újak fölfele, szoktak ilyen egyes meccseket kérdezni, de hát ezt nem fizetik meg igazából. Érdekes, eddig még csak az urológusomnál éreztem, hogy jönnek az újak fölfele. És az is hasonlóan jó érzés volt. Te egyébként meccsnézős vagy? Foci meccsnézős? Nem. Foci nem, én vízilabda, de ebben az el, hogy mivel mindenki mit néz, amit csinált, én is vízilabdáztam régen. És általában a feleségem nem nagyon szereti már velem nézni a meccset, a második negyednél már megmondom a végeredményt. Előre idegeskedek ezzel, hogy mi van, és de nem, most nem mindig találom el, maradjunk ebben, nem magam tudom sztárolni. Előre idegeskedek az egészre, és általában úgy szoktam egy ilyen fontosabb meccset, a felénél kikapcsolom. Aha. Elkezdem nézni, olyan 4 negyed, és a felénél mondom, hogy infarkt is be itt meg fogok halni, kész, vége nem. De akkor ez ma hidegen hagy, ez a magyar-román. Téged nem fogod nézni a meccset. Most már most már kötelességem megnézni, mert valamit. Figyelj, megírják az újságok, csak mondom. Fél időre mondasz valamit? Mert oké, végeredmény 2-1 fél idő. Hát nem mondom, ezen nem gondolkoztam, megfogtál, Jani. Megfogtál. Szerintem a fél időben 1-0 mennek a románok. Egyel mennek a románok? És akkor a második fél időben 2-t behúzunk. Igen, nem esküszök meg, ezt a fél idő ezzel megfogtál. Elsőt szerintem a románok rúgják, és utána 2-t mi rúgunk. Aha. Uh-huh.
Jó, jó, ezt is felírtuk, azért majd hétfőn erre visszatérünk. Igen. Van viszont egy másik nagyon-nagyon fontos kérdés, ami hát izgat bennünket, és csak a te szakértői segítségedre tudunk számolni ebben, hogy arra vonatkozólag tudsz-e mondani egy pontos, vagy legalább nem pontos, egy megközelítő dátumot, hogy az az örök, nektűnő, lángoló szerelem, ami most kipattant kedves Ferenc és az ő párja között, azt szerinted meddig fog tartani? Hát szerintem a jövő évet nem éli meg. A jövő évet? Igen, karácsony ajándék még meg lesz, tehát ott még meg lesz, de hát január, februárban már kétesés. Mert szóval tudod, hogy ilyen biztosan ráigértél Ferire? Beszélgettem velük. Mert most ugye az a hír, hát tegnap is láttam a Hajdú Petinél, hogy örök szerelem és gyerekek, és akármicsoda, és azért voltam kíváncsi, hogy te mit látsz ebben a dologban. Tehát azt mondod, hogy... Én azt mondom, hogy ez erre az évre örök szerelem. Aha, erre az évre, az se rossz egyébként. Hát, de tényleg, sok boldogságot 2015-ben. Igen. Végig. Frabátó, köszönjük szépen a nagyon-nagyon sok jó információt, a 2-1-et fölírtuk. Én fogadni nem tudom, igen, nem tudom, hogy teszek-e rá valami pénzösszeget, de majd meglátjuk. Ha és amennyiben nyernék, akkor 10% a tied. Köszönöm szépen. Köszönjük, szevasz, Frabátó. Szia. Hello. Nagyon-nagyon sok SMS érkezik a mai magyar meccsről, meg a szurkolásról. Otthon férjemmel szurkolok, rajta magyar mez, felső, férjem vállán magyar zászló, Szilvi. Uh-huh. Oh, ez egy nagyon komoly. Hát ott legalább nincsen bunyó. Srácok. Az lenne pingásabb, az egyikük román mez lenne. Egyébként, de akkor mondjuk az egy kiegyensúlyozott szurkolás lenne. Srácok, rekes sör 10 000-ért, chips és rákcsa, a jegyfoglalást törölték, így itthon így készülök. A mi? A Ferver ellen meg már... Ferőer? Igen. Ja, csak így van, hogy Ferőer, meg már megy a jegy. Köszönöm szépen. És nyilván egy foci csapat is, hiszen játszani fognak. Jó? Írjatok még, hogy ti hogyan készültök a ma esti meccsre, ki hogyan fogja nézni, haverokkal, kocsmában, asszonyok mit csinálnak, és utána pedig van még egy titkos adóászunk. Bizonyám, egy igazi szakértőt fogunk hívni. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. Gyerekek, ez a kvaps, ez jó. Ez jó. Sokan ez kérdezik tőlem, jó. Nyilván senki, hogy mik azok a popszámok, amik nekem tetszenek, ez nagyon tetszik. Szerintem ez 10 pontos ez a dal. Irgalmatlan jó alap, ez a nagy döngölés benne. Ez a Vogue című dal, ez nagyon-nagyon jó hangulata van, hogyha esetleg valaki ugyanebben a témában a Vogue címmel szeretne még hallgatni egy jó számot, ezt hallgassa meg a Panterától is. Az ide vonatkozó tételt, az kicsit ez más jellegű, így van, utána ez picit egy darabig így ízével, így vattával a fülben kell sétálgatni, mert erősen szivárog belőle a vér. Egyébként, ha már metáról van szó, akkor én azt mondom, hogy mindenképpen figyeljetek oda az új Iron Maiden albumra, az új Five Fingers Death Punchra, Báthori Zolival, egy magyar, szentendrei magyar fiúval, a soraiban, illetve mi volt még annak a Disturb. Aha, így van. Death Punch. Jó, ezt megjegyzem. 3-4-9 van, és a mai magyar-román labdarúgó mérkőzésről beszélgettünk. Eddig egy hihetetlen izgalmas jóslaton vagyunk túl. Egy igazi szakértőtől maga Frabátó árult el, hogy 2-1-es magyar végeredmény lett. Lesz majd, de arra gondoltunk, hogy azért olyat is hívunk, aki ért hozzá. Ugye? Ami nem árt néha. Vince Otto a vonal túlsó végén. Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Kicsit álmosan. Nem, csak érik a hangom így 40 után. Az esti meccsben. Akartuk is egyébként kérdezni, hogy mennyit aludtatok az elmúlt 3 hónapban? Köszönjük szépen, nagyon rendes a boldizsár, mert hagy minket aludni most már egyre jobban, úgyhogy egészen jól kipihentem magam. Na, ez jó hallani. Mikor megy vissza az asszony játszani? Már elkezdte az edzéseket intenzívebben, de nyilván most még az ő kettő szerepben tetszerek, tehát azért otthon anya, és már azért újra kezdi és sportolóvá válni. Ez még most az átmenet, de nagyon ügyesen megoldja, büszke vagyok rá. Ilyenkor te is ott ülsz a kis padon a Boldival, és akkor időnként kiszalad az Anita, megeteti, visszaszalad. Nem, ilyenkor használom ki azokat a pillanatokat, hogy a Boldinak olyan dolgokat mesélek, amiket különben az Anita jelenlétében nem, tehát más szorik. Tehát ilyen fiús apás. Ha, nagyon helyes. Igen, annak idén, amikor a Sióban félpályáról bevartam a felső pipát. Tudod, mi volt utána az öltözőben, apám? Na, majd te is megtudod. Na de a mai mérkőzés, mi lesz, hogy lesz, mit jósolsz, mit érzel, meg lehet-e verni a románokat? Meg lehet várni, és szerintem a válogatott képes is lesz erre. Természetesen ugye ez nagyon sokban fog függni attól, hogy a srácok mennyire fogják azt a hangulatot kihasználni,
meg azt a fajta elvárást, ami velük szemben ugye mostanában is fel van állítva. Tehát hogy tudnak ezzel megküzdeni, de azt gondolom, hogy ezt a román csapatot most képes a magyar válogatott megverni, és nagyon fontos 3 pontot megszerezni. Én ebben hiszek nagyon. De figyelünk, itt vagyunk, csak közben még a Frábátótól kaptunk tippeket, és jelenleg azokat teszünk. Mondod 2-1. 2-1-et mondott, igen, 2-1-et mondott. 2-1 ide, és ugye fél időben egyel fognak menni a románok. Aha, jó. Ne nyilasz, te, nem mondj semmit. Te nem nyilatkozhatsz. Igen, te nem mondhatsz, nem mondhatsz semmit. Nem, a vége az jó. Tehát, hogy most aztán mikor mennek a románok, az engem annyira nem érdekel, a vége legyen 2-1, mert ugye az 3 pontot eredményez, úgyhogy szerintem azzal mindenki elégedett lenne. Az egészen biztos. Itt már rengeteg szurkolói SMS-t kaptunk, hogy hogyan készülnek a ma esti meccsre. Van, aki ugye kocsmába megy, van, aki otthon összehozzák a dolgot. Hát te sportpályafutásod alatt azért gondolom, hogy találkoztál egy-két olyan izgalmas, igazi vérbeli szurkolóval, akire hát a csapat többi tagjával együtt azt mondtátok, hogy figyelj, ez nem normális. Van ilyen szélsőség az életedben? Hajjaj, hát volt a Lajos, a biciklista, akinek... A Lajos a biciklista, akinek mindig hosszú volt a lista, mi így hívtuk. Ugye ennek az az oka, hogy általában a idegenbeli meccsekre mindig biciklivel indult el, egyéb ilyen meggyőződésből, és hát általában mindig kiszámolta azt, hogy hány nap és hány kilométer kell ahhoz, hogy odaérjen, de mindig meg is értett, illetve egyszer nem, Bulgáriába vártuk nagy szeretettel, mert... Bulgáriába, az kemény. A Fradi ugye mindig gondoskodott arról, hogy valamilyen szállást biztosítson a számára, de Bulgáriában meg volt a szállás, meg volt ugye a várakozás, elő volt készítve mindent, de Lajos nem érkezett meg. Aztán kiderült, hogy defektet kapott meg ugye az akkori szerv területen egyéb problémái is voltak, tehát nem érkezett meg a mérkőzésre, de én nagyon azért volt ugye a Bece neve, ugye hosszú a lista, mert mindig mutatta, hogy azt hiszem a 60-as évektől kezdve milyen helyszíneken volt, és ezt egy listán vagy egy ilyen kis napról volt, úgyhogy a Lajos. Hát meg ugye nem tudom, emlékeztek arra az igen... emlékezetes Bajnokok Ligája sorozatra, amikor az első meccsre, a hazai meccsre készültünk az Ajax ellen. Természetesen. Ott is bebizonyították a szurkolók, hogy mennyire fanatikusan és mennyire szenvedélyesen tudnak szurkolni egy csapatnak, amikor is ugye a jegyárusítás előtt már 2-3 nappal sátrakat vertek a Fradi pályánál, és várták, hogy nyissák ki a pénztárokat, és gyakorlatilag 2-3 napig ott az aluljáró vagy följáró alatt éltek az emberek. Hát az egy igen... Szép idők voltak, igen. Én akkor csináltam pár száz googolást, mert hogy itt álltam egyébként pont az ülői kapuk egyikénél. És te is a meccsegyére álltál? Nem. Én nem szurkoltam, én dolgoztam. Oh. A testőr kártyére. Jani és a testőr kártyére. Ti hogy nézitek a mai meccset? Kivel nézen? A fiammal megyek, ugye Ádám fiammal, ugye az előző kapcsolatomban született nagyfiammal. Ő neki volt a kívánsága, hogy szeretné élőben megnézni, hát nekem ez egy hatalmas élmény volt, hogy ilyet kért tőlem. A fiam különben focizik 11 éve a Győri Etóban, és hát vele kettesben megyünk, és se szurkolunk a magyar válogatott ma. El tudtad intézni, hogy bejutsz. Hát, te nagyszerű ember. Nehéz lett volna. Ha a góllövőt meg kéne említeni, egy embert, akkor kire számítasz? Tudom, hogy ez marha nehéz, hogy azt mondani, hogy majd ez vagy az. Nekem de... van egy olyan érzésem, hogy pontrugásból fogunk gólt szerezni, tehát valamelyik védőnk föl fog menni egy emelettel magasabbra, mint ugye a román hasonmása, és szerintem pontrugásból fogunk gólt lőni, és hát szerintem bennünk van az is, hogy egy akcióból is tudunk, képesek vagyunk, akár a Balázs, akár mondjuk a Stieber Zoli, tehát ők azért eléggé egy az egyeznek, és képesek arra, hogy gólt legyek, vagy éppen a jó formában lévő Nikolic, vagy valamelyik támadunk. Tehát bennünk van a gól, hát nagyon remélem, hogy nem marad bennünk, hanem tényleg megnyerjük ezt a mérkőzést, mert hát na. Igen, és egyre több gól van bennünk, mint a románokban, még ezt is. Hát a Frabátor, ugye? Én azt mondom, hogy lehetne kettővel több is, de hát ért hozzá. Figyelj, egyébként a románok elleni derbiken kívül van még egy olyan ország, amivel szemben ilyen nagyon-nagyon-nagyon komoly nyomás van a válogatottan, ami igazi presztízs meccsnek számít?
Hát szerintem ez az évek alatt kreálódott ilyenné, tehát azért ott volt a szlovákok elleni mérkőzések, ugye keveset játszunk a szlovákok ellen, de azért az is egy ilyen presztízs meccs válogatott szinten, meg hát klub szinten is, tehát a szurkolók arra is nagyon készülnek, hiszen közel van, tehát könnyebb megközelíteni. Ugye a fradi szurkolóknak ugye volt az az ominózus pozsonyi történet, ahol jól elnáspágolták őket, és hát sokan a kóterban kötöttek ki. Hát azóta azért ez a magyar, szlovák-magyar is azért kiemelten fontos a szurkolóknak. Hát meg persze a románok, mert hát nagyon régóta nem nyertünk ellenük. Igen, meg hát ez itt másról is szól egy kicsit, mint a fociról kár lenne ugye tagadni ezt a dolgot. Bár most mi a fociról beszéltünk, és ezt köszönjük szépen neked, hogy rendelkezésre álltál, akkor vissza a gyerekhez, vagy vissza a melóhoz, amit választasz. Köszi, jó szórakozást estére nektek, és sajnálom. Vince Otto, köszönjük szépen. SMS-ek, férjem délutános, így én nézem helyette, mogyoró sör és szotyi bekészítve, a herevakarás még kérdéses, ezt Adri írta nekünk, és itt van velünk, ha minden igaz, Ildi. Hello, Ildi. Sziasztok! Na, te azt írtad, hogy két lány, te is gondolom a barátnőd, pasik nélkül fogtok beülni valahova. Igen. De miért nincs pasi, vagy nem jó velük nézni? Úgy kezdődött, hogy edzés előtt, tegnap volt egy edzésünk, beültünk egy kávézóba, ott volt a kivetítő, és akkor felvetettem azt, hogy mi lenne, ha holnap ott néznénk a meccset, és beszéltünk is a pincéről, és mondta, hogy akkor foglal nekünk előre két darab helyet. Óriási. Óriási. És ő ilyenkor ti hogy szurkoltok? Tehát hangos izéve, anyádat, te szemüveget a bírónak, köcsög. Ezek sajnos mennek? Igen, nő létünkre előfordul. Ne, beletrafáltam, nem már. Igen. Ennyire keményen, tehát ültök igen, a kosmába, mit iszik a zenekar? Igen, igen. De mit isztok ilyenkor? Sör, bor, vagy valami? Hát, mivel szerintem én fogok vezetni, így alkohol szerintem nem. Uh-huh. Aha, neked nem, de a kolléganőnek, igen. Hát, és neki lehet. Császárkörte, bombom megy. Igazi csajos pia. Kemény szábok faragtak minket. És a verekedésben is benne vagytok a végén, ugye? Tehát ha kocsmába összebalhézna valaki, akkor hát még talán abból kimaradnánk, igen. Ildi, köszönjük szépen, hogy jelentkeztél. Puszi, vigyázzon. Sziasztok. Többen kérdezik egyébként, hogy tudomásunk szerint lesz a közelben kivetítő. Mi úgy tudjuk, hogy a magyar válogatott szurkolói csoportja a planetárium előtt így van. Fog együtt szurkolni minden olyan emberrel, akinek nincsen jegye, ott lesz óriás kivetítő, lehet együtt úgy lehet jönni. Ha már megszűnt a NAV bezárása a kocsmában, akkor megyünk a haverokkal, és megy a szotyi zsör és az üvöltözés. Majd hajrá minket. Petya írta, nálunk céges buli lesz, ha túlélem, megnézem a meccset, ha nem, felakad a szemem úgyis, csak valaki fordítson a tévé felé. Barátnőm tegnap megkérdezte, hogy miért várom ennyire ezt a hülye meccset. Már nem vagyunk együtt. Jó, köszönjük szépen nektek, hármas ugrással folytatjuk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Anti, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Milyen a könyvelői élet Hajdúböszörményben? Hát, mondjuk, hogy nem túl izgalmas. Aha. Szerintem te vagy az egyetlen férfi könyvelő, akit így idézőjelben ismerek. Tehát, hogy ez nem egy ilyen elnőjesedett, vagy női szakma? Vagy pont ezért mentél oda? Nagyobb a merítés? Hát egyébként okos. Hát igen, de ismerek én több férfi könyvelőt is azért. De azért általában tényleg több a nő. És csemegézel a kolléganők közül? Na, őszintén. Hát én... Na, gyerünk. Fiatal vagyok hozzájuk képest, úgyhogy nem az én korosztályomból. Hát figyelj, hát tudnak olyat mutatni azért, ami sose rossz az. A Hajdúböszörményi sportcsarnokban nézitek a meccset kivetítőn este. Így van. Aha, jó, összejön a nagy csapat. Ez hát egy nyitott csoport, igen, egy ilyen helyi szurkolói csoport, a helyi foci csoportnak is szoktunk szurkolni, és velük fogjuk meg, aki a városban még csatlakozik hozzánk. Tehát mehet bárki. Tényleg azt lehet egyébként érezni abból is, hogy amennyi jegy fogyott el, meg az SMS mennyiségből, amit itt látunk a falon, meg tényleg mindenhonnan a médiából azt szivárog az ember felé, vagy üvölt inkább a sorokról, hogy ez most nagyon összekovácsolja ez a meccs az egész országot, hogy mindenki kíváncsi rá. Hát igen, egy SMS-et már kapni, úgyhogy így oldottuk meg. Van, amikor lehetett, akkor is nehezen. Na, menjünk a kérdéseket, ott bármikor megállhatsz. Jó? Igen, igen, tudom. Jó, akkor jöjjön az első kérdés, aminek az ajándéka egy posztartó. Melyik sportág világklasszis képviselője Tiger Woods? Tiger Woods, golfos. Így van. Pont valamelyik nap beszéltünk. Ja, azért adtam egyébként, mert
Az egyetlen. Az egyetlen világklasszi sportol, akit Feri is be tud azonosítani. Jöhet a második kérdés baseball sapkáért? Igen. Melyik amerikai városban látható Abraham Lincoln közel 6 méter magas ülőszobra? Szépen nyugtatja a kezét a karfán. Biztos, hogy ott van a lelki szemeid előtt, mert ez egy nagyon-nagyon híres szobor. Sok filmben szerepel. Nem próbálok itt segítséget kérni, hogy esetleg tudja valaki. Melyik városban? Hogy melyik városban van. Aha. Egy South Park részben meg is indult, aztán egy John Wick's busz szobor állította meg. Betegek, óriási. Na, jön-e a... Senki nem tudja. Jön-e a nem válasz. Tök triviális, tehát hogy a legegyszerűbbre gondoljatok. Mondj egy választ, vagy egy várost, ami... Washington. Ez az! Na. Azt hittem azt, hogy a Békés Csaba. Jó, Washington. Hát az lett volna, azt próbálkozom, hát nem mondom. Menjünk tovább. Maradt még lendület? Úrán hát, témakört megtudhatnám, hogy milyen témakör? Hát nem. De megtudhatnám. Biológia. Jó, így jó. Hát akkor szerintem megállnék inkább. Biztos? Igen. Jó, oké, Anti, akkor elfogadjuk ezt. Van egy pasztartózó, meg egy baseball sapkád, ezt fogjuk küldeni neked, és akkor jó szurkolást ma este a Hajdúböszörményi sportcsarnokban. Köszönöm szépen. Köszönjük, szevasz! Köszönöm. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 2 perc múlva 9 óra. A gyönyörű, az elragadó Bűvályos Szandi érkezik a hírekkel. Zsülnek, köszönjük a munkáját már. Igen, már ennyi volt, a következő órában pedig itt lesznek velünk az állatkanibálok, mert új dal van, a gyerekek iskolába járnak, van elsős a csapatban, úgyhogy szeretjük a két fiút, meghívtuk őket, és akkor velük fogunk könnyeden belemenni a péntekbe. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 3 perc múlva lesz 4:10, jó reggelt, szevasztok. Lényegbevágó SMS-ekkel kezdünk. Kedves Balázs és a többiek, mikor lesz a meccs? Ez a magyar-román labdarúgó mérkőzés. Ja, igen, nem, csak mondani akartam, hogy pontos is légy szíves a kérdés, és akkor tudunk már rá majd válaszolni. Ha ez most erről a magyar-román labdarúgó válogatott szintű meccsről van szó, szerintem akkor igen. Ez ma, erről beszéltünk kb. Egy órán keresztül, de a lényeg az, hogy ma lesz, jó? Én ezzel kapcsolatban informálódok most jelenleg az interneten is, mert hogy egyre több kollega kérdezi, hogy meg lehet-e állni még itt a felüljáró alatt. És te is itt parkolsz az Alfával? Csákom már, de hogy egyébként az interneten felmegy az ember is beírja a Google-ba, hogy mit tudom én, hogy Népliget, meccs, lezárás, parkolás, ezek a hívószavak szerintem, így körülbelül, akkor utána megjelenik egy ilyen, hogy az Albert Flórián út mindkét oldalán, a Fék utca és a Vágóhíd utca között. Lenkei János utca mindkét oldalán a könyvesét. Az Üllői, várjál, azt mondja, hogy Népliget oldalán, az Üllői úttal párhuzamos parkoló mindkét oldalán tilos megállni. Király. Szeptember 5-én 2 óráig. Aha, tehát akkor most már meg vagyok büntetve, vagy mi? Nem, hánytól? Igen, szeptember 3-án 20 órától 2015. szeptember 5-én 2 óráig. Tehát már te sállhattál volna meg. Ne, rendőrbácsik, ne büntessetek meg. Mindjárt elmegyünk. A rend kedvéért az autót vigyék el elsőnek, ami a legkönnyebb, így a méretei tekintve is, meg egyébként is szerintem a legolcsóbb a Feri Alfája. Ez így is van, viszont gyönyörű, csodálatos és megbízható, nem úgy, mint az angol csoda, ami miatt ma Balázs nem jött dolgozni. Balázs, te hogy csinálod a hajat? Kérlek, válaszolj, eléggé fontos csaj miatt. Hát majd hétfőn ezt földobjuk, úgyhogy bocsa, hétvégén. Sok szabadidő kell hozzá nagyon, és mindenképpen kell még hozzá valamilyen színes és lehetőleg friss Brad Pitt fotó. Igazi szemét vagy. És a stúdiónk vendége, ahogy azt említettük, már Ricsi P és Kuka MC. Sziasztok! Az Eddie-ből. Csak belőle,
karcolt. Ez az, szevasz. Mikor 20 évenként egyszer jövünk ide is. Na, és pont olyan, mint egy szecsői haknit is, csak egy mikrofon jutott meg. És a színpad se rossz egyébként. A közönség is pont annyi. Az igazi művész, az egy platós teherautón is művész. Is nekünk volt egyébként már olyan, amikor egy darab ilyen kis Pálma-szigetnek nevezett valami volt a színpad, középen felfújhat egy krómrúddal. És közölték, hogy akkor ez lenne a kettőnkre szabott színpad. Bevállalt, ezt szeretjük. És hogyan alkalmaztátok a krómrúdat? Egyik kézzel kapaszkodás és jó messzire, aha, kihajolás. És mind a ketten két oldalra, hogy elnedőjön a színpad. Ricsi megkötötte meg pörökpén rajta. Mikor fogtok felnőni? Ezt oké, amikor én tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, hogy jöttök, azt kérdezte, hogy ő azt érzi rajtatok, hogy ti tök ugyanazok vagytok, mint amikor elkezdtétek. Mennyi? 20 éve most már? Hát igazából az Animal Cannibals 26 éves idén, tehát jaj, a ünnepeltük a 25-öst, a Takarítónő című dalunk 20 éves idén. Na akkor a 20 zseni éves vagy 26 azért éves zenekar, hogy ő tökre azt érzi, hogy ez a két sávú, ez pontosan ugyanazt tolja, mint akkor, és rohadt jól érzik magukat. És ugyanazon a szinten. Láttam egy ilyen hűtőmágnes bölcsességet, hogy igazából sohasem növünk fel, csak megtanulunk úgy viselkedni, mint a felnőttek. Aha, de ez nektek ez a része nem ment. Ez ránk abszolút passzol. Figyelj, hát hogyha én nem vagyok szurkolótok, de szeretek benneteket. Most miért pucsoljak nektek? De én nem szeretném a felnőttek. Tehát, hogy én olyannak szeretlek benneteket, meg olyannak szeretem az Animal Cannibals-t, amilyen. Van egy, ugye ott van például az amerikai Animal Cannibals, a Beastie Boys, akik valahogy így az évek során zenészé váltak, megöregedtek, kicsit papások, ott azért voltak mondjuk tragédiák is a zenekar környékén, tehát valahol azért érthető a történet, de nekem már ők nem azok, akik annak idején voltak. Viszont, hogyha titeket hallok, vagy titeket meglátlak bárhol, nekem ugyanúgy visszajön az a feeling, ami annak idején, mit tudom én, mondjuk ilyen 90-es évek közepén, amikor megismertelek benneteket. Amikor elkezdődött a média álmok futása, 97-ben. Akkor még autogramot is kijöltél tőle. Ez bizonyára popsijára, mi? A hosszú hajával. De figyeljetek, a Ricsivel készítettem egyik első interjúmat még annak idején a Z Plusznál, a Fasé című műsorban. Nekem megvan videóm. Hát az minden nap visszanőzöm. Ne, légy színe. Ne. De te már föl, tegye föl. De az ismerősem is, tehát nem negatív van kérdezte a dolgot, hanem azt mondta, hogy ez tök jó. A kérdés az, hogy kell-e menni egy előadónak 26 év alatt a világgal, vagy ti ugyanazt csináltok, amit akkor, és ugyanúgy van rajongó közönség. Figyelj, Madonnát azért szeretik, mert ugye havonta másképp néz ki, és más tud hozni, tehát meg tud újulni folyamatosan, de azt is szokták volt mondani, hogy az egy erény, hogyha valaki meg tud maradni olyannak, mint amilyen, meg gyereknek, de jó, hogy megmarad gyereknek, és nem nőtt föl, meg minden. Úgyhogy ez egy ilyen kettős állapot. Mi ezt szeretjük, tehát igazából, hogy mi hol érezzük magunkat. De változtunk, mert több alkoholt fogyasztunk mint gyerekkorunkban. Akkor még csak az apátok által ott hagyott kis alját, ugye pohár alját ittuk meg. Kötelező volt este meginni a pálinkát. Tehát azért... Pálinkás kenyér. Jó, nem nőttetek fel, az ugye 6 gyereket jelent most kettőtöknél pontosan. Az apa szerep, az belefér. Tehát ugyanez vagy otthon, mint apa, vagy ott azért tudtok komolyak lenni? Újra járhatunk legálisan játszótérre. Nem. Tehát, hogy van alibi ez hozzá, zseni. Tehát a gyerek az megy, és akkor figyelj, apának be kell mutatni, hogy kell csúszni, és hogy kell hintázni helyesen. Ricsi, mennyire emlékszel vissza, hogy a 90-es évek közepén, vagy amikor megismerkedtek egymással, akkor is ennyire potens volt a kuka? Igen, egyébként most már minden hölgynek és nőnek mondom, hogy a kukához nem túlságosan közel nem szabad menni, tehát egy komolyabb nézéssel a kuka már egyébként. Az egy hármas ikrek. Igen, hogy vigyázni kell vele. Kuka nagyon nagy csajozós volt már gyerekkorában is, tehát még az én barátnémet is elszerette, tehát nem akarok régisebbeket feltépni. Ezért nem lett belőle normális felnőtt, látod, mert te tönkretetted. Jó, de tegyük hozzá, egy percig voltam három gyerekes apuka, már is adták a negyediket, tehát hogy azért az így. Igen, a második kör az neked így kell. Mi a racionális indok? Ennyire jó a családi pótlék most? Nem, még nem vettünk föl semmilyet. Tehát még szociális. Ne csináld már, csak kapott az azért az adójóváírást azt mondd el, hogy azért... Semmilyen amikor adós dologról ne beszéljünk. Amikor a könyvelő mondja, hogy írjam alá itt a papírt, meg írjam alá azt, és látom, hogy neki ennyi a visszaigénylése. Gyerekek, gazdasági vállalkozás. Mama, gyere csak ide! Csináljunk még egyet, vagy kell. Azt hiszem háromnál már ugyanaz jár, mint négynél, igen? Nem? Na. Nem, emelkedik folyamatosan. Az emelkedik. Igen, és készülünk az ötödikre. És vagytok olyan viszonyban, hogy az egyiket átengednem. Persze, a papíron akkor persze. Három-három. Igen, és akkor így megosztott a történet. Iskolás korú az nektek most lett?
Vagy most. Mindkettőtöknek most lett? Most mentünk iskolába mindannyian. Trauma? Az első 4 nap után, mert nálunk például mi ugyanebben a cipőben járunk. Hallottam én, már egy órával ezelőtt túl vagyunk rajta. Tehát tényleg, és a gyerek is imádja nálatok. Trauma, vagy sikerült átütni ezt a fajta lendületet, hogy mindegy életem csináljad, majd lesz valahogy. Első nap volt 1 darab könyv, ezt megszámoltam, le is fotóztuk 1 darab könyv. Azóta egyébként reklamálja, siessünk már, mert el fogunk késni. Tehát elég van úgy, tehát hogy menjünk. Azóta egyébként lehet, ezt tőlemről küldtem, mert nekem megvan a bizonyítványom a régi, meg az elnőrzőm is, és benne van ugye, hogy hány a igazolt hiányzás, mennyi az igazolatlan, és nekem van több olyan évvel, amikor nem volt egyetlen egy igazolt hiányzásom sem. Csak igazolatlan. Nem, igazolatlan sem. Se. És így, így végignéztem, mi Jézus Mária, én ilyen stéber voltam. És nem, hát, ilyen fűtött volt nem? Az általán. Egyrészt ott legalább volt meleg, és meg adtak enni. Adtak enni is, meg hát közel volt, kb. 10 méter laktam az iskolától, tehát esélye se volt, hogy otthon maradjak. Nekünk mázli volt, mert ezt most már mindenhol elmondom, hogy tök jó volt, hogy az óvoda végével az iskolában volt egy ilyen beszoktató 3 nap. Amikor csak az elsősök voltak benne, nem voltak még ott senki más, tanítónénit megismerték, egymást megismerték, és gyakorlatilag onnan a 2. nap úgy jött haza, hogy van 2 barátnője, és így telt el a nyarunk, hogy már várjuk a barátnőkkel való találkozást, és olyan cuki volt az egyik barátnő, hogy foglalt neki helyet a padba, és ő is várta a lányunkat, úgyhogy egy ilyen nagy összeölelkezéssel kezdődött, úgyhogy nem volt szó arról, hogy para vagy bármi. Bár hozzáteszem, a teljes rokonságban, meg a mindenki a környezetünkből dolgozott azért ezen. Már izgulsz az iskola miatt? Ezt én nem értem, ugye? A gyerek születésénél kezdődik. Na, majd meglátjátok, mikor így mondod, hogy igen, bent van, megkötött, megcsináltuk! Milyen férfi állat vagy? Nem baj, majd mikor nem alszol, meg a beteg lesz, meg majd viheted. Majd elkapja. Hogy ezt miért kell? Még ugye? Egyszer. Igen, már volt, nem baj, na, majd lesz nem megint. Baj, se baj. De ezt nem tudod, mennyibe került? Tudod, mennyibe került? Nem tudod meg. Jó, most az első héten még mosolyogtok. Ugye? Ja. Majd meglátod, most ez az altatás. Tehát most úgy csinál, hogy jó a gyerek. Még új. Ezt miért kell csinálni? De ez komolyan, nem értem. Az a baj, hogy egyébként amiket így hallunk, mi is ilyet fogunk el mondani. Tehát az ember szeret mindig picit okosabbnak lenni a másiknál. Ha van egy kis tapasztalatod, mit tudom, voltam már nővel, akkor te is úgy azért büszkén mondod, na figyelj, majd akkor majd én már tudom, hogy mi lesz. Tehát szerintem ez egy emberi tulajdonság. Ezt de miért nem azt meséled el, ha neked jó volt a szülés? Melyik részét, amikor nővel voltam, melyik része vagy kíváncsi? Hát ott mindegyikre, de ez még egyelőre 10 óra előtt vagyunk, még nem lehet. Úgy volt, hogy kukánál lesz hivatkozási alap, tehát hogy ott nem lesz olyan téma, amihez ne tudna hozzászólni, meg olyan érv, amire ne tudna még egy lapot dobni, mert azt mondja, hogy a legkisebben állunk, és ez volt a középső. Hallod, ja nincs is középső, hát igen, van. Figyelj, a legnagyobb. És ott fogsz majd dobálozni az okosságot, senki nem tud majd semmit mondani, mert mindig azt fogja mondani, hogy le van feszülés. Itt van. Egészen addig, amíg nem találkozik egy 5 gyermekes apukával, ja, aki viszont kiderül, hogy borul az egész. Egyébként 2 méter fölötti emberekre jellemző ez, hogy 2 méter fölött mérik, így tényleg 2-5 vagy? Tényleg? És így mérje, tehát azok az 1 centiken hihetetlen. Így összeérlek, és így mély morom. Igen. És így kerülgetek egy eset. De nem, tehát nem arra mentünk rá, hogy milyen legyen a kis foci csapat. Lett, és örülünk neki. Hogy mozgatjátok a gyerekeket? Már nem úgy, hogy értem, hogy itt tudom, hogy itt a partus nyílen ütögetitek. És hát aki iskolába ment, ő már gyalogjár. Ilyen dupla, tripla? Nem, képzeld el, hogy Angliából rendeltünk egy olyan autós ülést, ami 4-es ülés, tehát hogy egy komplett ilyen hátsó sort így be kell rakni. Tényleg, tehát hátra... De lehet az első sorba is tenni egyébként. Csak kicsikét... És a vezetésnél még van gond az ikrekkel. Kell húzni magadat, meg kicsit szűk a hely. Akkor nekik kell vezetni. Tehát hogy ezzel oldottuk meg, úgyhogy egy személyautóba beférünk 6-an. Tömegközlekedés az... Ez mint olyan kiesett, gondolom. Hát gyakorlatilag, amíg én vonulok az utcán, az a tömegközlekedés. Tudtok a normális, a társadalom által elfogadottnak minősített apa szerepben ti gondolkozni? Tehát, hogy tényleg én vagyok az apa, aki megmondja, merre van előre. Ugye ez azt jelenti, hogy akkor télen is lehet fagyit enni, ugye? Ez a felelősség. Igen, pont a másik oldal. Persze egyébként van ilyen részünk. De hétfő, kedden és csütörtökön talán. De csak egy-egy 2 és 4 között. Egy órára. Jó. Hoztatok egy új dalt, mi ez? Tavaly jelent meg egy lemezünk, és arról szépen sobban mások ki a nagyobbnál nagyobb slágereket, és a Klassz FM-be került egy nagyon jó zenei szerkesztő, akit innen is csókoltatunk, aki észrevett, hogy tényleg mindegyik dal jó, de ezt most már muszáj lesz játszani, mert ezt az a közönség megvárni fogja. Mert már unja a telefonokat. Most így belecsöppentünk.
Igen, most egyik szabén volt, és lehet, hogy akkor valami átcsúszott. Valami. Képzeljétek el, engedélyeztettük, hogy ezt reggel meg lehessen hallgatni, mert nagyon veszélyes. Ez ugye délután már mehet, de reggel ez egy bitang írtódal. Sőt, ez hallottam két hete, hogy az Abaházi majdnem kért minket, hogy Szabész meg minket is kért, és hogy ő szeretett volna ilyet, úgyhogy nem is játszottuk le. Nem baj, de kért, nem is kapott azon a héten fizetést. Igen, de legalább elhangzott a nevetek. Meg hát bízunk benne, Abaházi Csabára van szó, hogy akkor az a kezdő, hogy péntek az én napom, a mai napot, mert hát ugye azért mégiscsak a péntek a mi napunk, nem? Istenem, megint egy óriási nota, ez a Hello Mellow az új. Volt tavaly egy műsorunk, 6 részes műsor, ami azt hivatott volt propagálni, hogy nem muszáj mindenkinek DJ-nek mennie, vagy mondjuk reggeli rádiós műsorvezetőnek, tehát hogy vannak normális szakmák, amiket nem baj, hogyha megtanulnak, és aki már építkezett, vagy szerelőt kellett hívni, tudja, hogy mekkora fejfájás egy jó szerelőt. Próbálja teljes rokonságot így ugrasztani. Van egy jó ismerős, egy megbízható? Vagy nem megbízható, vagy nem jó. Tehát, igen, egyszerre nem lehet a kettő. Igen, és akkor, tehát hogy tök jó lenne, hogyha lennének jó szakemberek Magyarországon. Tehát, hogy azért ez egy ilyen felvállalható projekt, amiben így beleálltunk, és mondtuk, hogy ha már van egy ilyen műsor, aminek mi vagyunk a műsorvezetői, csinálnánk hozzá egy dalt. De bámulatos, hogy miből lehet nótát írni. Nem? Hát gondoltad volna? Hát nem. Igazából nekünk ez kihívás is. Hallgass meg, érjelem elkeni beszélni. Ugye onnantól kezdve, hogy takarítónővel kezdtük, tehát hogy egy szakma. Tehát miről beszélünk? Olyan dolgokhoz kell, olyan témákhoz kell nyúlni, amikkel az emberek tudnak azonosulni. Érted? Egyfelől, másfelől mi mindig próbáltunk picikét kilógni a tömegből, mindenki szerelmes dal. Tehát vagy elhagyott, vagy összejöttem valakivel, a daloknak a többsége. Inkább az elhagyott, abból történik, igen. És mi mindig megyünk szembe ezzel az árral, és mindig próbálunk olyan témákat elővenni, amiről más még nem. Hát erről szerintem még senki. Na, ezt akkor most meghallgatjuk, aztán jövünk vissza. Hello Mello, az Animal Cannibals, akik itt is vannak velünk, nem csak úgy meghallgattuk a dalt, mert ennyi egyébként nem tettük volna meg. Figyeltétek egyébként, hogy ejtett a neveteket? Animal Cannibals. Ez már a gyereknek a... Én megtanultam. Két nyelvű óvodába járt a gyerek. Nem, mert egyszer konferáltam őket még egy ilyen Danubiusos akármicsodán, és akkor ott tudod, ilyen reszkető lábú vidékiként oda mentem a fővárosi művészekhez, hogy hát én nem beszélek idegenül magyar, és hogy. És akkor ott trénereztek engem, és én azóta tudom. Én azóta az országban az egyetlen konferencia, aki ki tudja mondani a nevét. Na jó, műsor közlő. Videóid, de szeretlek. Most már akkor tudom, hogy az új Cannibals lemez van meg nekem, Pál lesz írta. Ugye, hogy elmondtátok, hogy ez a dal rajta van. A gyerekekre visszatérve egy SMS, a tanárunk azt mondta, hogy most még aranyosak, de lesznek még hetedikesek is. És akkor odatok ez ingyen elárulva. Ezt nem tudjátok megcsinálni, hogyha nincsenek olyan sűrűn sorlemezek, akkor nem rakhatok rá dátumot? Nem cél ez egyébként, hogy legyen lemezünk, de mindig összejön annyi szám. Tehát most is például már elkészült több olyan dal, akár teljesen, akár csak félig meddig, ami előbb-utóbb egy lemezni össze fog jönni. Tehát nincs ez mese. Teljesen elkészült már, ami az előbb ment. Ez már késznek. Ez egy éve már elkészült. Hallottad benne a Feri gitárjátékát? Nagyon jó voltam. Miért nem tudtál benne? Nincs benne gitárjátékát. Miért nem nyomtuk még egy kicsit? Hát elültettük volna, hogy ott voltam. Én benyaltam volna, hogy van benne valami hang, mint amit a Feri nyomott fel. Különben miért lennénk itt? Nem, csak azért, mert már hallottam a Ferit gitározni. Igen, hát de miért hívtuk volna meg őket, ha én nem vagyok benne. Mindig rajongunk a Ferire, amikor játszik a színpadon. Így van. Évente egyszer. Hát figyelj, évente egyszer mi találkozunk. Ez a Harley Fesztivál, ahol magam sem értem miért, de ugye ti vagytok a négy nap műsor közlői. És akarom mondani egyébként, hogy milyen jók vagyunk. Jók vagytok, de az... Már ha találkoztunk. Várjál, mondom, a Best of koncerten mi szokott lenni a konf, följönnek, ez itt a Best of, és lemennek. Mindenki előtt egy órát beszélnek, mi nem érdemeljük meg, és akarom mondani, hogy szemetek vagytok, mert az idén ott se voltatok a koncertünkön. De kívülről tudom a számsorrendet, tehát oda-vissza a három akkordostól kell kezdve mindent, tehát hogy de ott voltunk de egyébként. Nem konferáltatok. De amikor van egy zenekarban 5 darab műsorvezető, akkor minek? Tehát, hát meg eleve ugye Best of zenekar mások számait játsszák, akiket már felkonferáltatok. Ja, már érted, már róluk mindenki. Már beszéltetek. Hadd mondjam el egyébként, tavaly
baj, hosszabb volt a visszatapsolásuk, mint maga a koncert. Tehát, hogy ők megcsináltak, ezért nem akartuk húzni az időt, tehát teljesen felesleges. Meg tudjátok erősíteni azt is, amiről én csak így hallomásból tudok, meg én is szoktam mondani a Ferinek, hogy amikor a Final Countdown jön le a Europe-tól, mert azt üvölték el a motorosok, a Feri mindig mondja, hogy azt ne, a szóló nem megy. Nem, ott, tudod, hol bukunk meg? A buzánál az elején. Na jó, de ne a Best of-ról beszélgessünk, hanem rólatok. Ez a versengési dolog, hogy ti így elkezdtétek fölkarmolni a tehetségeket, ez hány éves sztori? Most 96-ban kezdtük, 19 éves, jól számolom? Igen. De hát akkor még jó, mert ti már híresek voltatok nyilván. Hát kevés, egy éve voltatok híresek. Ez kevés zenekar csinálja meg, hogy azt mondja a pályája elején, hogy én lehetőséget biztosítok a tagtársaknak, akik ugyanezt a műfajt nyomják, hogy jöjjenek. Egyébként utána. Ezt nem mi kezdtük el, szerintem a rockzenészek kezdték el, amikor előzenekarokat engedtek maguk elé a színpadra. Egyfajta gesztus azoknak, akiket úgy gondolják, hogy. Köszönjük hogy, szépen. A rockzenészek nevében is. Mi igazából az egész azért láttuk ki, mert rengeteg kazettát kaptunk akkor, mi kazetta volt. Isten. Ugye, hogy mi is szeretnénk olyan befutottak lenni, mint ti, és akkor, amikor összegyűlt már 30-40 között, akkor azt mondtuk, hogy csináljunk egy versenyt, szerezzünk rá díjakat, mi csináljunk egy nagy koncertet utána, hogy legyen közönség is, aki megnézi ezeket a feltörekvőket. Jó, ide szerény, igen. De egyébként ez így működött, mert aztán kiderült, hogy nagyon sokan csak ezekre a feltörekvő bandákra kíváncsiak, és például ránk nem. Aha, tehát akkor mindenki hazament. Hát ha nem is mentek haza, de mondjuk kimentek inni egy alkoholmentes sört. Ez azóta működik, és most szeptember 12 a dátum. Igen, jövő hét szombaton lesz újra versengés, ott a Városligeti tó helyén, azt addigra leeresztik, és majd ott lesz egy szép nagy rendezvény, és oda lehet még mindig jelentkezni beatbox és freestyle kategóriában. Most nem zenekarokat keresünk, hanem külön a legjobb beatboxos egyébként. Fordítsuk le magyarra, tehát a szájdobolás tudománya, és a freestyle-osok, akik pedig improvizatíve reppelnek. De ott mi történik, hogy adsz egy témát, igen, és akkor abból kell... Konkrétan ez történik, a végén pedig első körben igen, aztán a legjobbak pedig párbajoznak egymással, tehát maga ki bontja ki jobban magát a témát, illetve hogy ki tudod azt szurkálni egy picit a másiknak. Aha, mi egy témát mondja, ami mondjuk lehet. Mondj egy témát. Akármi, ami foglalkoztat, internet például. Internet, jó, melyiket akarod, a beatboxot vagy a freestyle? Hát a beatboxban nehéz elbeatboxolni az internetet. De hogy ketten vagyunk, én hozom az alapot, aha, és akkor Jani rá freestyle. Nem. Vagy te hozod az alapot, nem. Akkor te hozod a beatboxot, nekem, és én nekem meg ez kéne, egy fél óra múlva egész jó szöveget hoznék rá, de így most ne. Hát de most ez igen, a lehet. Ez tegyük hozzá, hogy a rappereknek a többség azért nem jó freestyle-ban. Tehát lehet, hogy sokan próbálkoznak, de ez külön születni kell. Tehát olyan fajta gondolkodás kell, ami tényleg azt mutatja, hogy te jó vagy benne. Egyébként ez az átlag rappereknek nem megy a freestyle-hoz. Látod, a kuka is ezért általán mennyiségi vonalra. Hát a négy gyerekből valamelyik is mit talán. Mindegyik minőség. Az nektek megy a freestyle? Nekem igen. Én szeretem egyébként. Nekem nem. Tényleg? Lehet, de olyankor paneleket dobsz? Nyilván van, akinek a paneljei is jók, hogyha megvannak, de úgy előre gondolkodni, és tök jó az, amikor az ember mondjuk szókincsen rendelkezik, ezért például nem árt olvasni, ezt ajánlom mindenkinek. Jújjúj, de veszélyes. És nem ugyanazokat a szavakat használja. És ne csak egy stílusban, tehát hogy ne így csak van, és próbáljon... egy csillagok, aranyember, vagy egy kőszívember fiai, mert ahhoz viszonylag egységú lesz. Meg hogyha zenei alapot kap, ahhoz tudjon idomulni, tehát hogy annak megfelelően tudjon ritmizálni, annak megfelelő hangulatban tudja előadni, vagy a témához kapcsolódni, és induljon el az agya, és legyen benne valami kis csavar is, tehát ugye azt a témát azt tényleg ki tudja úgy bontani pillanatok tört rész alatt. De egyébként a legjobb példa, amit ti is ismertek, vagy akit ti is ismertek, MCDC volt ebből a témából, aki ugye Csillagszületig jó is feltűnt. Ő nagyon jó volt. Például világrekordot is döntött ezzel a freestylozással. Abban mi, hogy milyen hosszú ideig? 12 órán keresztül freestylozott. De, és mi adtuk neki folyamatosan a témát, meg tartottuk benne a lelket. Később nem sikerült elfogadtatni valamilyen kis banális ökörség miatt ezt a rekordot. Mert így inni mert közben, vagy valami. De az András úton nem volt mindig óránként 5 perc pihenő. Nagyon kemény. Figyeljetek, és olyan van, most ezt tényleg azért készítettem ide a ceruzát meg a papírt, hogy olyan freestyle-os, magyar freestyle-os van, aki nem ilyen monstre időben, hanem itt tudom én 2-3 percben olyattól, amitől tényleg a hajunkat letesszük. Tényleg egy olyan... Sokan vannak. Vannak ilyenek sokan? Persze. Mert engem például amellett, hogy mondjuk a műfaj annyira nem a sajátom, de például, amit a 8 mérföldben csináltak, ezek a... hát az annyira szórakoztató volt, annyira zseni volt, és hogyha ez tényleg így történik. Ez így történik. Hogy ott realbe felmennek, és...
Jövő hét szombat, és reggel 10-től érdemes már kijönni, mert hogy a selejtezők elkezdődnek, és azért ott is vannak gyöngyszemek, tehát mindig ugye ezeken a tehetségkutatókon azért szerettük, amikor egy picit ügyetlenebbek is felmennek a színpadra, hát reggel 10-kor lesz egy kicsit ügyetlenebb is szerintem. Jó, mi nem várunk jövő hét reggel 10-ig, jövő hét szombat 10-ig, egy percet kapsz. Választhatsz a két téma közül, dohányzás elleni leszokás, ezzel engem tudsz támogatni, vagy ma beszéltünk a pitbullos versről. Várjál, dohányzás elleni leszokás, vagy tehát le akarok szokászolni a dohányzásos leszokás, én ebben a projektben vagyok benne, azért vagyok kicsit ideges, és hogy nehezítsük a dolgot, én fogok beatboxolni alád. Uram anyám. Jó? Tessék. Uram anyám. Melyik témát választod? Teljesen mindegy, mi? Jó. Teljesen mindegy. Jó ez a tempó. Úgy de jó, hogy meg kell indulni. Fia, lábdobot hallod, milyen jó egyébként? Csak a cíneket. Jó, oké. Okay. Hey, péntek reggel van, figyeljetek lányok, aki a szájában van a dohányok. Nem jó. Na, mentem ebbe, igen, ugye milyen rossz ez? Na, szóval, hogy ezt nem így kell csinálni. Gyakorolni kell. Nem, én nem vagyok jó. Én nem vagyok jó. De nem jó vagy. Föladod? Feri, kezdem, még egyszer csak előtte köpjél. Jó. Leszoknod kéne, hát gyerünk, rajta, dobd el azt a csikket, mi haszna, tudod, büdös lesz a szád tőle, nem szeretik a lányok, beszélhetsz, mindent csinálhatsz, de én majd várok, amíg elteszed szépen, azt mondod, ettől vagy vékony, szerintem nem, maximum hajlékony, amikor lehajolsz érte szépen a sinek közé, ott a dekket fölveszed, aztán nyomod, kész, oké, mehetsz tovább, de szerintem felejtsd el, hülyel, öreg, volt egy régi stresszel, hogyha figyelsz rám, akkor majd jönnek a szavak, és egy régi mondat itt az agyamba, most belehalad. Hogy volt az régen ez a dobd el a csikket? Várjál. Jó, ki eleget. Nem, éj öreg, előtte még szó ég. Állj a cigivel, és állj tőlem odébb. A dohányod a füstben csak elég. Igen, nem azért jobb, hogyha megvan írva. Jó, a beatbox szar volt, az voltam én. Duma viszont jó. Nem. Volt, ami lehúzza. Igen. Szóval, hogy ilyen nem lesz jövő egy szombaton. Jó, ennél csak jobbak lesznek. Valójában, amikor kiszúrják a többiek, hogy panel. Abszolút. És akkor megy a bekijabálás. Főleg a zsűrit, amely MC DC-ről szó esett, őt is meghívtuk a zsűribe, sajnos aznap három fellépés van, úgyhogy nem tudta elválni. Ennyire megy még neki? Egyébként én is meglepődtem rajta, de ez egy ilyen bűvös hétvég a jövő heti, valószínűleg még mindenki szeretne egyet bulizni, de eddig minden évben ott volt egyébként, tehát ő már hosszú éve a zsűri nálunk. Figyelj, és aznap este meg itt veletek szembe fogunk dajdajozni. Na, az lesz az igazán kemény. Tudtok róla, hogy itt beengednek lesz? Bennetek a stadionba? Mi lesz? Nem, mellette, mellette. Nem tudják? Nem. Na, majd ezt elmondjuk nektek. Jó, akkor ez később, tehát jövő hét szombat az a lényeg, akkor Városliget, és ott lesz a freestyle beatbox, meg minden. Köszönjük szépen az új dalt, ami már egy éves, de nekünk új volt, ne hiába az újszülötteknek. Minden vicc új. Majd figyeljétek. Meg a videóklip az tényleg friss egyébként. Igen? Csak a lemez jönne korábban. Aha, csak hát ez egy rádió, tehát ott nem tudjuk. Majd figyeljétek, a fél éves bontás, ott lesz az a Klassz FM egy lejátszás. Hát volt már, hogy nem volt ott, majd figyeljünk. Ricsi P. és Kuka MC, köszönjük szépen, szevasztok. Sziasztok. Hello. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Egy perc múlva lesz 3:40. Gyorsan megmutatjuk, hogy mi mindennel foglalkoztunk a mai reggelen. Két remek sportos téma, az egyik Szőnyi Ferenc volt maga, aki most ért vissza egy olyan futó versenyről, ami 333 kilométer. Bizony. Viszonylag keveset lehet róla olvasgatni egyébként mindenféle sportújságokban, meg sportos internetes felületeken. Szerintem ez egyébként a sportújságírásnak egy kritikája, mert hogy ez az ember, ez gyakorlatilag felülmaradhatatlan fizikai teljesítményekre képes, időről időre megdöbbenti az egész világot, és tényleg mindenhol öregdíti Komárom és Magyarország hírnevét, ahol csak feltűnik. Így van, szerintem egy-két rövid sort megérne, mert ráadásul 5000 méternyi szintkülönbség volt ezen a 333 kilométeren. Mindössze 6-an vállalták a világban, hogy nekifutnak, és Szőnyi Ferenc volt az egyik, meg beszéltünk még nagyon sok mindenről az ő eredményei közül. Utána pedig ugye a Magyarország-Románia labdarúgó mérkőzést boncolgattuk olyan nagy tekintélyű szakértőkkel, mint például Frabato. Igen. És volt viszont egy igazi is Vince Otto. 6 perc múlva lesz 10 óra, szevasz Csabi, jó reggelt! Jó reggelt, szevasz! Nagyon gyorsan hívjuk a naphallgatóját, mert van még két fontos dolog, amit szeretnénk elmondani. Janinak is van egy, meg nekem is. 3. szeptember 11-én jön ki az új Slayer. Akkor 3? Te is várod, te Slayer-es? Biztos, hogy azt fogja hozni egyébként. Mi pedig a mi gyerekeink együtt jártak Oviba a Ricsi gyerekével, a nagyobbik lányával. De elkerültétek egymást. Nem. Nem? Beszélgettünk egy kicsit. A tekéköd lopta el a tornacipőnk? Még egyet várunk. Jó. Aha.
Ucsó, meséljük. Utolsó? Oké, okay, Kriszti lett volna a nap hallgatója azzal az SMS-re, hogy a tanárunk azt mondta, hogy most még aranyosak, de lesznek hetedikesek is. Úgyhogy ezzel vitt el a nap hallgatója pozíciót. Az egyik hír. Nagyon fontos az, hogy lesz, azt mondja, hogy Cinkotán, a Cinkotai Tájházban egy jótékonysági rendezvény, a Tabita Gyermek Hospice háznak a javára. A második ilyen intézmény egyébként az országban. Ők arra tették fel az életüket, az hivatásuk, hogy sajnos gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyerekeknek az utolsó hónapjait színesítik meg. Tehát őket szeretnék támogatni egy rendezvényel a Cinkotai Tájházban szeptember 5-én, egész napos rendezvényel. Nagyon sok fellépőjük lesz. Most csak így hirtelen mondjuk a például az Alma zenekart mondanám, akik a legjobb nevek közé tartoznak, de mindenféle menjük gyerekeknek, családosoknak szánt program is lesz ott. Menjetek el, ha tehetitek, nagyon szép dolgot támogattok vele. Ugyanezt mondanám én is, hogyha valaki nem arra felé jár, hanem mondjuk Velence felé, akkor megy most az 5. hírlap jótékonysági bringatúra. Ez a Velence korzóról indul szombaton, 9:30-tól lehet nevezni, és utána délben indul majd a túra. Ez családi, tehát nem verseny, hanem szépen körbe tekerjük majd a tavat. Szomor Csongor gyógyulás ért küzd most egy kicsit az a társulat, aki ott bringára ül. Tavaly évben is nagyon sokan voltak, és idén is remélhetőleg nagyon sokan lesznek, tehát szombat 9:30-tól már lehet nevezni, és a Velence korzóról indul a csapat, és oda is érünk vissza. Mindenki más pedig menjen Cinkotára, a Cinkotai Tájházba. Igen, de aki nem tud Cinkotára menni a tájházba, hanem inkább mondjuk arra felé jár, az Velencére. Az mindenképpen Velencére. De aki menjen oda nem tud jönni, az menjen. Az természetesen Cinkotai Tájházban támogassa a Tabita Gyermek Hospice házat. Jó, nem fogunk ezen összeveszni. Csabi, a szokásos kérdést azért megkapod, jó? Csabikám! Remek zenék? Jaj, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hozok nektek egy lányzenekart. Nagyon jó. Milyen régen volt már ilyen? Nagyon! És hogy hiányzott? Az Iron Maiden-t. Ne, képzeljétek el, hogy ők az amerikai X-Faktor második évadában alakultak, és valamiért az évek során folyamatosan nevet változtattak. Ők voltak a Lilász, aztán 1432 néven is futottak. Oh, most éppen az a nevük, hogy Fifth Harmony. Nagyon nagy rajongó táboruk van, hát ugye általában ezekben a tehetségkutatókban jó sok rajongót össze tudnak gyűjteni. Ráadásul ők öten vannak, tehát összeadódtak a rajongók, és most van egy új daluk, már Fifth Harmony néven, és az a klasszlágának a címe, hogy Worth It. Ezt szeretném nektek megmutatni. Lánycsapat 2015-ben. Hát azért ez 97-ben még nagy dolog volt. Igen, de és milyen ügyesek egyébként, mert valószínűleg azért volt szükség a három névre, hogy minimum két kiadótól megszabaduljanak. Egyébként lehet, hogy ez is benne van. És a csapattagok nem is változtak? Csak nem. Nevet változtattak. Nem. Érdekes dolog. És jó. Felpukkantanád őket? Meg egy üveg pesgőt. Erre Csabinak nem kell válaszolnia. Viszont nekem is lenne egy programajánlatom, mert Bernd Storkkal ellentétben nekünk drukkereknek nem elég a döntetlen, úgyhogy ma este mindenki szurkoljon. Hajrá magyarok, megyünk a srácokkal. Hajrá magyarok, Frabátok 2-1-et. Igen, 2-1-et, úgy legyen, hogyha az előbbi kérdést, amit Jani föltett, a Csabitól szeretnétek megkérdezni, azt a 06-1-555-55-00-án megtehetitek, és a pukkantáson kívül ott dalt is lehet majd kérni. Nagyon szép hétvégét mindenkinek, hétfőn találkozunk immáron 3-asban, ha minden igaz. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.